szeretett üdvözlök mindenkit a DR Billion Simjáték következő epizódjában, ami a játék harmadik epizódja lesz egészen pontosan. Most gyorsan kezdünk kettő darab olyan misszióval, amikor csak a hősünket kell átvezetni a pályán. Az első ilyen lesz az Alpha Kommunikációs Center. A Mission Artifactot kell összeszednünk. Rádió antennák az erdő fölé emelkednek, oda bent pedig sok-sok technológia van. Ősi relikviák, amik még a fertőzés előtti érából erednek. Van bent 120 Empire pont és 250 ősi technológia. Mind a kettőt megszerezzük, és még a Mission Artifactot is. Mehet a start? Ó, a hősödnek vannak pontjai, amit kioszthatna. Várjál. Kélusz a hősünk, ugye? És itt vannak a perkjei. Lehetne neki 40%-kal nagyobb attack damage-e, lehetne 40%-kal több HP-ja, lehetne 20%-kal nagyobb a sebessége. Ez nem a tüzelési sebesség, ez a mozgási sebessége. Ez pedig az attack speed, tehát a tüzelési sebessége 20%-os emelkedést mutathatna fel. Most neki azt hiszem, hogy 3-at lő a fegyvere és utána újra tölt. Tehát hogyha gyorsabban elhasználnak, akkor csak többször töltene újra. Az életpontok számának növelése sosem szar. Az attack damage sem lesz butaság. Próbáljuk ki az attack speedet. Hopp, pont itt van mellette jobbra a loading weapon speed plusz 25%-os emelkedése. Aha. És akkor erre kellene rámenni majd legközelebb, ugye? Jó, én ezzel most megelégszem. Kicsit gyorsabban fogunk tüzelni majd. Szóval, az Alpha Kommunikációs Center. Már is kezdjük. Most éppen az Ultima modpakot próbálom felvarázsolni a Skyrimhez, de 2000 X-ből kettő darab nem akar feltelepítődni. Jó, jó Isten. És ez valami wabajackes? A wabajackes őrület? Körbenézzünk még itt lent gyorsan. Aha, már látom, hogy miért kell a movement speed ennek a csávónak. Ez a movement sebesség, ahogy ő halad, hát az... Az nem nagy valami. Arra felé tüzelünk. Egy. Kettő. Aha, és ennek AOE sebzése van. Azért elég durvi, hogy hármakat kilő, akik egymás mellett mászkálnak. Ez nem is rossz. Öljük meg a birodalom ellenségeit. Ott van valami láda, az még jó, hogy előtte felvesszük. Ez itt 4 darab gránát. Menj már, 4 darab gránáttal lehet megkezdeni a missziót. De hiszen az tök jó cucc. A térképen itt lehet majd elhagyni a területet, hogyha egyszer végeztünk a dolgok összeszedésével. Gyorsan szaladunk már is. Hát szaladunk, hát ez a csávó igazából. Nagyon lassan mászkál. Ez akkor nem is hármasával tüzel, hanem egymás után lövöldözik, és nincs is újra töltés. Akkor a loading az a... Aha, tehát az attack speed az... egy nagyon nagy talány most ebben a szituációban. Hogy mi lehet a különbség az attack speedje és a reloading speed között, hiszen nagyjából kb. Ugyanannak tűnik mind a kettő, ugye? És akkor ide már lehet a gránátot bedobni esetleg, hogyha... Valaki nem bírja itt az akciót, de szerintem mi bírjuk. Oda kell figyelni minden ilyen környezetünkben lévő érdekes tárgyra, meg berendezésre. Ebben volt egy medical kit. Nézd ki, hogy a következő szobánk az üres. De mi van írva? Azt mondja, hogy ne zavard a séfet, amíg a szolgálata le nem jár, vagyis hogy hát a munkája. Oj, jó Isten. És ezt nem lehet visszazárni? Erre lehet, hogy valóban jobb lesz, hogyha rádabok egy... Ez engem megver? Ez hülye. Úristen, te! Mi ez? Az a förtelem! Meg ne üssön! Még jó, hogy a homokzsákokba lassan tudott haladni. Aha, jó, hát kicsit felzavartuk a kúkot ezek szerint, de... Nézzük, hogy van-e olyan láda, ami nyitható. Van egy pár hordó itt, amit... ki lehet nyitni, itt vannak már is a tech pontok benne, amiket arra fogunk felhasználni, hogy a passzív dolgokat, erősítéseket felvegyük a különböző stratégiai, taktikai túlélő missionekhez. Na Mokibot, már nagyon hiányoztál. Ebben a teremben egy csomó minden érték volt.
Szerintem most vagyunk 50 per 120, 40 per 2, 50 felvető dolognál. Akkor azért itt rendesen kell majd szívni ezzel. Jó lesz, hogyha le tudjuk ezeket a missionokat jó előre. Tehát most még mielőtt a nagy dolgokba belevágnánk. Hát azt lehet, hogy gránáttal kellene kitisztítani, de inkább a nehezebb szituációkra hagyjuk meg talán a gránátokat, addig meg megvárjuk, amíg Géza végig lövi itt az összes izét, undeadet. A Wabba Jacket nem tudtad működésre bírni? Hát bevallom, hogy még én sem, mert sosem próbáltam. De elméletileg azok a Skyrim-es modpakok, amikről... szóval amiket én várok, azok majd azzal fognak készülni, ha minden igaz. Szia Szentop, hogy vagy? Szevasz Milán! Mi a helyzet? Milyen napod volt ma? Hát itt ez valami gyerekterem lehetett a sok kis játékból adódóan. A gyermekeknek a hálóhelyisége? Hörtelen maga. De feltételezem, hogyha egy kisgyerek meghal, és átalakul zombivá, akkor nem fog tovább növekedni, nem lesz belőle felnőtt zombi, ugye? Hanem gyerek zombiként marad meg örökre. Persze, ez mind attól függ, hogy milyen fajta fertőzés lehet. Ebből mindenképpen jönni fognak elő a zombik örökre, ha jól gondolom, tehát ott nem lehet őket megállítani. És ha itt körbenézünk, nem találunk semmit, akkor húzzunk befelé. Ennek a résznek nem volt értelme. Várjál, de mégis ott van, aha. Az a 20 Empire Point, az volt az, ami miatt megérte ezt a termet megnézni. Akkor most 70 per 120-nál vagyunk, viszont a research pontoknál 250-et kellene innen kiszednünk, az még messze van. Ott itt runnerök is vannak, jó napot kívánok! Még jó, hogy van egy kis barikádunk itt a runnerök ellen. Kelleni fog az a reload speed. A következő fejlesztésünk Kélusznak, majdnem Kélebet mondtam, arra fog szerintem majd elköltődni. Ezeket letudjuk, és akkor utána mehetünk bázist építeni végre. Ez itt a warehouse, a raktárház A-szektor. Azt mondja, hogy a karbantartási személyzetet átköltöztettük az organic waste-re. A raktározás és az újrahasznosítás. Holy shit, miatt. Aha, és ilyenkor nekem van passzív regeneráció, mert szerintem nincs. Jézusom, mi van ideben? Normális vagy? Hát ez iszonyatos. Hát ezek mind meghaltak. Kaptunk egy medkitet. Lehet, hogy még várunk egyet, és itt át kell gázolnom. Ez undi? Hát, a zombi apokalipszis undorító dolog. Na jó, akkor ezek szinte erre nem kell menni. Nézzük itt, mi van lent. Lehet, hogy gránáttal kéne indítani? Nem, mert szerintem, hogyha nem ránörök, akkor meg tudjuk őket csinálni ezzel az AOE damage-el. A Chelsea-ban nehezebb volt, akinek ugye single target damage-e volt, és gyorsan tüzelt bár, de hát ugye, hogyha többen jöttek el, akkor lerohanták. Meló volt utána bútor átrakodás, nem végeztünk. Na, milyen bútor átrakodás? Csak nem költözködsz. A Fallout 4-es gúlok nem is undik ennyire? Hát azért de kicsit. Szevasz Giver, hogy vagy, mi a helyzet? Közben nézegetjük itt ezeket a tárgyakat, amik a szélén vannak, hát ha valamelyik tartalmaz számunkra valamit, ez a láda biztos, hogy tartogat számunkra érdekességet, ott egy medkit. Akkor lehet, hogy el kéne használnom egy medkitet. Vagy várjunk még egy csapást magunkra, és csak utána kimaxoljuk. Hát élelmesen kell játszani ezt a játékot. Élelmesen, mert nem tudhatod, hogy mi áll veled szemben. Itt most már volt egy ilyen nagy benga, hogyha... Ó, szarás. Hát ezek jönnek. És hátulról jön. Aha, jó, tehát az a lyuk, amit mond... Aha, igen, ebből jönnek elő. És ezt nem lehet lezárni, ez örökre ott van. Megjött a kedved játszani a régi Falloutokkal? Azokat én is várom, majd mindenképpen műsorra kerülnek, mert a Wasteland 2 az ugye nagyon hasonlít a régi Falloutokra, és szerintem a régi Falloutoknak csak van magyarítása is már. Hát azért volt egy 30 év, hogy megcsinálják őket, ugye?
Ez egy darab medkit volt, meg volt néhány kutatási pont is. És hogyha körbenézünk ebben a szobában, itt már más nem lesz, jó. Akkor menjünk a következő ajtón keresztül. Ide lehet, hogy gránáttal fogok beindítani. Az talán nem volt egy rossz döntés. Itt viszont folyamatosan jönni fognak, hogyha felzargatom őket, már pedig én felfogom. És ott be kell mennünk, ugye? Jól látom. Igen, de nem tudsz mit tenni, mert el kell menned erre lefelé, és itt lehet, hogy még egy gránátot ki kell majd haigálni. Olyan vibe-ja van? Azt mondjátok, ott a régi Falloutban nem lehetett pauzálni az időt, nem? Én nem tudom, mert még nem játszottam velük, csak a négyjel kb. Ezek a missionok egyébként leginkább szerintem a StarCraftnak azokra a misszióira emlékeztet, amikor egy hőssel valamilyen objektívet kell teljesítened valahova bemenve. Hát Calebnek a HP-ja nem... Calusnak a HP-ja nem túlzottan. Hogy nincs AOE damage ott most? Hát érdekes ez, érdekes. Megmarta, 55, tehát 5-öt sebződik, hogyha bemar neki egy zombáj. Mi lesz ebben? 2 gránát. Tehát akkor azért jössz ide be, majdnem 2 gránátot eldobálva, hogy aztán 2-t visszaszedj, és akkor gyakorlatilag XP-t ebből nem szerzel. Tehát nem lehet csak úgy farmolgatni itt az XP-t, akkor ezek jönnek mögöttem. Aha, jó, ezek jönnek utána mindentől kezdve, akkor folyamatosan azon a lyukon keresztül, sőt most már ezen a lyukon keresztül is jönni fognak. Bemegyünk ide, megnézzük, hogy mi van. A szép lövés volt. Runnerökre vigyázni. Az baj. Megmarja, ugye? Nem, még nem. Ez problémásnak tűnik. Szia Csíkú, hogy vagy, mi a helyzet? Mindig a lehető legközelebb érkező enemire céloz. Ez jól ki van találva. Csíha. Menjünk tovább, lövöldözünk, nézzük, hogy valahol van-e valami lootolható, de nem nagyon látok. Szaladgálnak a mocskok felén közben. Arra felé el kell majd mennünk. Egyőre nézzük meg, hogy mi van erre. Ez messze van neki, azt nem fogja tudni ellőni. Nyissuk ezt az ajtót, jó, eddig tiszta. Jézusom. Jó, itt lesz egy healing használat szerintem. Ez a szoba, ez úgy tűnik, hogy üres. Sajnos ez a láda nem tartogat számunkra semmit, ami jól jöhetne. Ez most a kis chilles felébresztő játék, és akkor ezután meg a Prodeusban már teljesen maxos pörgést fogok tudni nektek felvonultatni, ha minden jól megy. Legutóbb nagyot mentünk benne. Oké, és akkor ez volt ez a rész, aha. Azért ide bejövünk még, ahol a legtöbb ember elhalálozott. Ez milyen durva. Erre nem számítottam viszont. Kicsit felhíveljük magunkat, visszaszerezzük onnan a medkitet, és még 30 research pointot is. 100/250-nél járunk már is. Még mindig sok minden valamit itt fel kell fedezni, de nagy ez a térkép. És utána egész végig vissza kell vinnünk majd a dolgainkat, amiket innen kilútolunk. Nézzük ezt az ajtót. Itt sok a vér. Rádió Antenna Park, ne lép be oda. Aha, mert a külső gangra kimentek már az underek, kijutottak. Ó, Jézusom! Az azt hittem, hogy jó lesz, de nem vagyok még mindig biztos benne, hogy tényleg jó volt. Ez megmart 2-szer. 104-et. Jézusom, te! Azt a mindenségét. Húzunk hátrébb. Jó, hál' Istennek 2-t lő. És még mindig jönnek. De mi ez? Nem véletlen figyelmeztetett, hogy ne menjek oda, ugye? Még jó, hogy végtelen munícióval jöttem erre a misszióra. Szia, Nyilas Eszti, hogy vagy ma? Jó, hát előbb-utóbb elfogynak. Remélem. Itt nincs visszateremtő izé, ugye? Nem jön nekik, nincs ilyen lyuk, amiből előmásznak.
Hát lehetne végtelen gránátokat eldobálni, sőt lehet, hogy mindjárt el is kell egyet, mert nem jönnek annyira egymáshoz de várj, lehet, hogy mégis. Nem, annyira szét vannak szórva, hogy... Hát itt ez már sajna benne van. 60 per 120 HP nálunk, figyeljünk oda. Az nagyon jól egymás mellett van. Tehát, hogy az AOE sebzésünk nem nagyon tud itt érvényesülni. Most már mögöttünk is jön egy-kettő. Aha, tehát utolértek végül. Na, itt nagyon könnyű elszarni a mission-t, úgy látom. 100%-os nehézségi szinten megyünk, tehát ettől még akár fel lehetne nyomni 6-szor ennyire is. Hát, ha jól tudom, akkor 5-6-szor meg tudod durvítani a pályákat magadnak. Persze, az már csak akkor kell, hogyha pontszámokért szeretnél játszani. És amikor már megvan tudod minden fejlesztésed, a játék végén vagy, és akkor újra játszol ilyen kezdeti missziókat durvított nehézségen, akkor már azért fel tudod venni a harcot ezekkel is. Még mindig ömlenek kifelé, de már azért szépen látszik, hogy egyre kevesebben és kevesebben vannak. Szia Foltáj! Ez még mindig ugyanaz, mint ami a múltkor volt, múlt hét szombaton, meg hétfőn is. Hogy vagy, mi a helyzet? Szia Nyilas Eszti, csáó. Korán kezdünk, mert indi szombat van, sok játékot fogunk ma is játszani. Főztem, kávéztam, és most itt vagyok. Ennek a helynek a kitisztítása lehet, hogy nem ez volt a legjobb ötlet, pedig végig kell menni rajta. Gyakorlatilag az ember ilyenkor itt is hagyhatná, nem? Lehet, hogy erre kellett volna menni, lehet, hogy meg kellett volna kerülni az egész helyet. Mindentem, hogy szépen tisztogatjuk, egyre kevesebben vannak odabenn. Lehet, hogy itt meghaltak ennyien. Nézd meg, mindenhol szana szétszórt testrészek, csontok, emberi maradványok láthatók, és akkor ide bent meg itt vannak. Tehát, hogy milyen rohadt sokan lehettek ezen a helyen. Lehet, hogy valamiféle ilyen evakuációs center, vagy akár karanténzóna állhatott itt a radar antennáknál, ugye? Húzzunk el onnan? Ez most fájni fog. Az mondjuk jó volt, hogy egymás mellé odaálltak. 52 HP-nk van. Az a baj, sok különböző irányból tudnak jönni, hiába meglövöd őket, azért a zaj attraktor egy-kettőt jobbról-balról, ugye? Tehát mindenképpen jönnek a zombajok felénk, csak hát azon a jó, hogyha különböző irányok helyett egy irányból jönnének, és akkor tudnánk egy jól irányzott gránátdobást, vagy valami ilyesmit kitalálni. Szevasz, what the fuck, hogy vagy? Mi a helyzet? Hogy vagy? Hát, szerintem szépen lassan, most már bejövünk. Takarítás volt egy kicsi, ismerkedem a Quantum Break játszival. Néha az agyamra megy kontrolleres irányítás. Quantum Break, az nem a Remedy-nek egyik játéka? Amiben a Sheriffo játszik, az LMV2-ből. Jönnek a zonájok? Jönnek. Megállíthatatlanul. Ez most két irányba fog tüzelni. Itt most egy healinget el is fogok használni. Okay. All units have been healed. Tehát a medkittel, hogyha több egység is rendelkezésre áll, mindenki felhílelődik. Nem szeretem ezeket a runneröket, de amíg itt állok, most lesz a baj. Rosszul érzékelte, hogy a jobb oldalira kell rácéloznia. Ajaj. Nagyon lassú ez a movement speed, nagyon lassú. Az a három, az egyszerre megvolt legalább. Még mindig vannak ide bent. Mai nap végre majdnem kialudtad magad, ne csináld. Úgyhogy csak majdnem. Itt van a szombat, tehát most van itt az ideje pihenni, nem? Kár, hogy az nem lett duplázó az a lövés. Na, talán most már nem kell amiatt aggódni, hogy ránk jönnek. Hát de, úristen. Hát ez baj. Ezt a hordót át tudom helyezni onnan, hogyha esetleg. Nem tetszik a... Jó, és akkor most kezdődik a balhé, ugye? Élusz. Ez hármat ellő, az nagyszerű volt. Jó, hogy AOE damage van. A csajszival nehezebb lenne ezt megtisztítani. Jézusom. És akkor itt is ugyanez vár. Kikájtolni sem lehet értelmesen. Kettő darab HP pakkon még mindig van mondjuk. De jó lett volna, hogyha annyira elment volna az AOE, ugye? Hú haver. Na itt fogunk szívni.
Ha lehet célzás erősebbet célozza. Aha, the target priority. Highest level, aha. Köszi, köszi, igen, valóban van. Nem láttam még, de tényleg soha nem használtam. Ez kettes, az egyes, 70 HP per 120, és akkor ezek érkeznek folyamatosan innen bentről. Lehet, hogy nem is kellene tüzelve közlekedni, hanem csak bevágni oda egy gránátot, aztán szarni mindenre, ugye? Csak hát ahhoz valahogy meg kéne közelíteni. És ez az, ami jelenleg a nehezebbik része a dolognak. Itt is itt vannak, mindenhol ott vannak. És már jönnek, és már nyomják. Jó, valahányat elintéztünk ezzel a gránátdobással, de már csak egy gránátom van, sajna. El kellett volna menni a másik irányba. Ez abnormálisan kemény. Még jó, hogy felvettünk valami kis minimális erősítést a karakterre, ugye? Menedzselni kell az erőforrásokat itt rendesen, hogy mikor healelsz, mikor vonulsz vissza. Nehezebb Kérusszal talán, mint a Chalcival, de lehet, hogy ott is megvolt a szenvedésünk az első. Hát nem végigjátszásnál, de majdnem végigjátszásnál. Itt nem találsz nem semmit? Nem, semmi nincs. Ott egy hordó viszont. Saving game state, kösz. Most fognak megmardosni, igen. Na most húzzunk hátrébb. Hát ezt hogy oldjuk meg? Még van kettő medpakkom, meg egy gránátom. Ahogy megfordulok, azonnal körbe fognak venni. Már pedig meg kell, hogy forduljak, menjen. Ez három, az kettő. Jó, muszáj medkitet használni, sajna. 19 HP-ra már nem. Nagyon van más esetőség. Szerbusz Gábor P, hogy vagy, mi a helyzet? Ott az a medkit, az ott áll, az csak a felvételre vár. Elméletileg itt is talán kitisztult a nagy része, ugye? Itt még rohadt mód nem. Hát hogy csináljuk ezt meg? Nyomjunk egy lövést oda. Na ne szórakozz, hogy az a robbanás elvitt engem is. Hát de hát ez hogy lehet? Hát de rákattintottam, közelment, lehet, hogy az volt a baj, hogy közelment, ugye? Ilyenkor nincs olyan, hogy betöltés. Save backup, nem. Miért van autószave a játék? Azért, mert... Jézusom. Oké, értem, hogy miért van autószave. Azért van autószave a játékban. Mert hogyha kilépsz, akkor onnan folytatod, de egyébként ugye nincs saves coming. Tehát akkor neked ezzel kell szembenézned. Ez a korai ömlés, ez már nagyon durva. Azt a mocskos mindenit neki. Hát akkor erre most ráülünk szerintem. Hát ez komoly. Kélus haver. Ezúttal okosabban fogjuk csinálni. Haver, nem hittem volna. Nem hittem volna. Mert hogy érted, jó, igen, persze, logikus, hát mit csináljon a hordó, hogyha nem felrobban? Istenem. Meséljetek ti, mit csináltatok ma, mik a tervek a hétvégére. Ilyenkor amúgy randomizálja, hogy hol van a loot is a térképen. Úgy néz ki, hogy a négy gránátot alapvetően odaadja neked, de... Vannak ugye ezek a kutatási pontok, meg birodalom pontok, ezek áthelyeződhetnek máshová is. Ide miért jöttünk be? Mi volt itt? Ennek a Kérusznak mindenféleképpen kelni fog az újratöltési sebesség. Ez a 25%-a sokat fog szerintem rádobni majd. Mondd, hogy van itt valami. Nem csak annyi, hogy nem jönnek a hátadba. Ez mi? Alpha Fortress. Csak is a felhatalmazott személyek léphetnek be.
hát ennyi idő táblatából talán most már én is beléphetek. Ez itt még a beltetés, ugye, hogy ilyen kis szépen lassan jönnek a srácok. Semmi gond nincs itt, aztán jobb oldalra elmész egy kanyart, akkor már ott vár téged a séf, ami kb. Olyan, mint hogyha a Butcher lenne a izéből, a Diablo 1-ből, ugye. Most már azt hiszem, hogy a 4-be is belerakták. Egy medkittel kezdjük, és 4 gránáttal. Itt ide húzigáltuk be a Butchert. Azt hiszem, hogy nem volt hülyeség egy gránátot hajítani rá az elején még. 2. Ne hagyjuk, hogy megüssön. Ezen lelassul. És utolsó lövésként elintézzük. Na az lesz majd a rossz, hogyha ezekből jönnek ilyen hordányiak, tudod, mert ebben a játékban benne van az is, hogy hát ugye egyre nehezedő missionok, egyre durvább enemik, egyre többen. Ez még ahhoz képest istenes, amit itt láthatunk. Nem nagyon randomizálta egyébként a felvehető cuccokat, most azt nézem. Pedig úgy emlékszem, hogy régen ez randomizálva volt. Várjál, most sokkal kevesebbet lootolhattunk ki innen. Aha. Akkor mégiscsak van valami. Ez a hordó még tartalmazhat valamit nekünk. Nagyon nézegetem. Kellene egy olyan gomb, mint a... Azt hiszem a Wastelandben volt, vagy nem is tudom, ami highlightolja, hogyha valamit unlockolhatsz, vagy nyomathatsz. Tetőjavítás. Azt a mindenit. Ezen felraktátok a bogrács gulyásot? Az nem semmi. És ilyenkor télen megfő? Mennyire kell aláfűteni, hogy ilyenkor télen ne? Tehát, hogy működhessen. Vagy a tető alatt, az új tető alatt bográcsoztatok ez alapján, nem? És az a nagy szoba, az mi a fene lesz? Ezt hogy csinálom meg? Lehet, hogy szétdobálom az egészet a gránátokkal? Mert a Butcherre mindenképpen el kellett használni egyet, az nagyon tetszett neki. És akkor innen nem is lehet tovább menni. Még mindig nézzük ezt a szobát, hátha. A földön találtok kis csonthalmok, meg minden apró szemét tartalmazhat neked érdekességet. Azt hiszem, hogyha itt végigmész, akkor itt volt az első olyan lyuk, amiből ezek, aha, amik ezek végtelen számba jönnek továbbra is. Mi volt a megoldás egyébként? Most ez a prioritás, lehet, hogy jobb lett volna, hogyha a legközelebbi célozzuk, mert ezzel megütött. Kaptunk egy gránátot, hogyha oda lősz, akkor biztos, hogy ömleni fog, ugye? Már is jön a következő. Itt van egy láda, sőt ott van még valami, ez 30 kutatási pont volt. Az nagyon is fontos lesz nekünk majd az előre haladásunkban, hiszen az építgetős missionökben ezek a cuccok, ezek hát nagyon-nagyon sokat érnek, hogyha ilyen fejlesztett cuccaid vannak. Mostában nem olyan tudtam itt lenni, minden összejött, voltban nézek mindent. Na, mesélj, mi minden jött össze. Alig kellett valami fa alá. Lehet, hogy jót tesz neki ez az alacsony légnyomás. Itt nálunk a magasban, Magyarországon. Európa legtetején. Ez volt az egyetlen terem, ahova mehet. Várjál, nem, ez volt az, ahonnan ömlöttek kifele, ugye? Na, ide nem megyünk akkor be. Másik oldalról fogjuk kitisztítani, most már okosabban állunk hozzá. Az a láda lootolható. Néha, hogyha úgy állítod a kurzort, akkor highlightolja mégiscsak, csak nem tudod, hogy... Nem tudod, hogy mikor. Ilyen full randomnak tűnik, hogy mikor mutatja meg, hogy mit tudsz lootolni. Már most felmegyünk azért. Ez újabb kutatási pont lesz, nagyon jó. Az a láda az üres, az a medkit az ott van. Valamelyikből, mint hogy kettőt is vettünk volna fel, vagy nem tudom. Kélusz a világ leglassabb hőse, úgy látom, pisztolyhőse. Ezeket, hogyha le tudjuk, akkor utána már az építgetős és a horda missionok jönnek. Ráadásul ugye az Empire Pointok, amiket itt összeszedsz, ez 120, és hogyha jól emlékszem, akkor egy darab Soldiernek, tehát az emeltebb szintű katonának a lerakása, az 20 pontba került a Horda missionökön. Tehát akkor ennek a missionnek a teljesítése és az opcionális dolgoknak a felvétele 6 darab extra soldierrel jutalmaz téged
a Horda Missionökben, és azt viszont meg kell, hogy csináljuk, mert az is jó cuccokat fog majd adogatni nekünk. Ott van a medkit. De remélem, hogy nem hagyunk el semmit. Itt már voltak kránerök vajon? Nem, itt még csak a járkálók vannak. Ezek a level 1-es underek. Régóta halottak, alig bírnak menni. Nem sokára nyílás záró csere. Rossz a kerítés, kettő előadó és szomszéd kutyája átjött hozzánk garázzák, hogy tetőt mutatlan szét kicsit megjöttötte. Cseréltünk 40 cserepet egy... Jézusom, mekkora szél volt nálatok, hogyha 40 cserepet kellett javítani. Hát az őrület, micsoda szélvihar lehetett. Fákat nem csavartak ki, brutális volt, aha. Nem semmi, hát gondolom, hát azért ez tényleg durván hangzik. De egy gránátot bedobhatnék, de szerintem megoldom anélkül valahogy. Abból a lyukból örökké jönni fognak. Itt kell majd bemennünk. Itt meg van egy láda szerintem gránáttal benne. Van, hogyha erre fele céloznánk és nem oda hátra. Hát nem unatkoztatok, azt sejtem egyből, ja. Nem is úgy hangzik, mint ami unalmas lehet. Csöndes és halálos, mondta közben Kélusz, aki egyáltalán nem csöndes, és csak néha halálos. De azért jó, hogy ennyire sok bizalma van saját magában. Itt volt a szar, ugye? Igen, itt ez lesz a problematika. Az jó lett volna, hogyha kettőt elvisz, de nem vitt el kettőt. Nem baj, mert még nem híleltünk. Egy, kettő, három. Ez az attack speed, ez nem tudom, hogy most tényleg növekedés mutat-e fel, vagy csak unlockoltunk valamit, ami igazából felesleges egyelőre. Ezek meg fognak enni. Ja, és ráadásul nem volt AOE damage. 65 per 120 HP. Ennek a teremnek a runnerjai elég kellemetlen arcok. Mögöttünk is ennek. Menjünk közben, menjünk szépen lassan. Nézelődjünk, hogy mit találunk. Arra fele megyünk. Nem látok itt semmit, ami lootolható, úgyhogy mindenképpen a másik irányba kell inkább keresgélni. E-kettő ládát lerakhattak volna azért nekünk ide. Hát ott van egy láda bent, de az meg nem lootolható, akkor lehet, hogy ez fele... Ne, jó, mondjuk abban a szempontban nem felesleges ez a terem. És a kitisztítása, hogyha tovább mennél és áthallatszódna a falon túlra a lövés, a robbanás, tudod, akkor azért ránk jöhetnének esetleg a hátunk mögül is, és akkor szívnánk be rendesen. Azt a jó Isten sem híleli ki. Én is gulyást akartam csinálni tegnap, de aztán máshogy alakult a napom. És akkor ez a terem semmilyen szempontból nem híle, vagyis hogy lootolható? Itt meg már előzönöltek mindent az underek megint. Annak ellenére is, hogy most tisztítottuk ki az egészet, ugye? Hát a kedvencünk ez a része. És akkor oda még vissza is kell menni, ne felejtsük el, mert az, amögött az ajtó mögött ott van a hulla rengeteg. Ugye? És akkor erről az oldalról próbáljuk meg a tisztogatását majd annak a területnek, de az a rész az ott nem fog kitisztulni. Mármint, hogy hát ha megpróbálunk onnan átvinni, csak szerintem akkor az lesz az eredmény, hogy megindulnak, de le van zárva az ajtó, akkor lehet, hogy mégsem. Az ott végre lootolható. Ez 30 kutatási pont. Meg vagyunk 150 per 250-nel. Kell az AOE-nek a sugarát növelni majd, de szerintem az csak egy későbbi helyzetben lesz elérhető. Itt is itt vannak ketten. Nem fogunk tudni átlátni a dombon túlra? Ez baj, mert akkor aki ott van bent, az ott is maradt egyelőre. Jó, hát akkor ezek szerint mindenképpen ki kell nyitni az ajtót. Itt van a rohadt sok undead, az errefelé volt. Nekem 3 medkitem van és 57 HP-n. Megnézzük, hogy mit találunk ebben az irányban. Ide még nem néztünk be. Majdnem saját magamat vertem arcon. Mit ír ez? Micsoda veszélyes, lázadó rabok? Ne etessétek az állatokat. Nem lehet, hogy ezek az én
Hál' Istennek. Aha, rád néz meglepetéssel a lázadó, és azt mondja. Á, szóval eljött hozzánk a birodalom patkánya, hogy kimentsen minket. Úgy tűnik, hogy ez a szerencsés napunk, és a tied is, kis katona. Más körülmények között szétlőttük volna az agyadat, és a pockányok ették volna meg az agyadat, de most követni fogunk, amíg ki nem jutunk ebbe az erődből, utána pedig elválnak útjaink. Figyelmeztetlek. Kövesd az utat, és ne nézz hátra. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát ezekkel a sniperekkel sokkal könnyebb dolgom lesz oda bent a... Nagyon jó. Hát ide kellett volna bejönni előbb is. Ó, zseniálisan király. Sokkal könnyebb dolgunk lesz a szoba megtisztítását illetően. Mehetünk is. Ezek a sniperek erősek. Ezek egy lövéssel visznek minden, de sok a reload speed. Hát gyakorlatilag most mindenkinek rohadt sok lesz a reload speedje. És hogy mondd már a reload time-ja. Öten vannak, én vagyok a hatodik, és odabent más nem találunk, ugye? Semmit, ja. Na jó, hát így egy kicsit talán jobb esélyekkel indulunk, meglátjuk. Lehet, hogy úgy kéne, hogy őket itt hagyom, és akkor én megyek előre. Itt nyomunk egy hold position-t. Nyitjuk az ajtót, és dobjuk a gránátot. Van idő megállítás. Erre rá se jöttem még, hát persze. Akkor azt már is ki lehet lőni ott. Meg azt is. Ó, hát ez sokkal jobb lesz így. Snipereink tüzelnek. Amint ide jönnek, már dobjuk a gránátot ide. Gyönyörű. Van még 4 gránát. Ó, hát mennyivel könnyebb ez így? Mennyivel könnyebb? Gondoltam, hogy egy kanyar kimaradhatott. Mentés nélküli játék. Van mentés, hogyha kilépnél, akkor tud honnan folytatni. De amúgy igen, nincs visszatöltés. Így van, ahogy mondod. Vihibusz, köszönöm neked a 31. havi Prime-odat. Szia, jó estét! Hogy vagy? Mesélj, mi a helyzet? Gránátot lehet átdobni a falon? Nem. Nem, nem. De ez jó volt így, hogy le tudtuk állítani az időt legalább. Lehet, hogy mindjárt a snipereket bentebb küldjük. Szerintem előbb Kélusszal menjünk bentebb. Így már nem lesz gond szerintem ennek a területnek a kitisztítása. Hogyha elkezdjük lassan behúzni őket, akkor a sniperek előrébb is mozdulhatnak egy-két lépéssel, és utána hold positionnál szintén tartják a pozíciót, és lövöldöznek minden lehetséges irányba. Ez lenne a tervünk. Hát ott most Kélusra, hogyha valaki rászaladna, a sniperek egyből besegítenének neki. Igazából most jó helyen vagyunk, nagyon is jó helyen. Nem ér hozzá senki, de azért szerintem összefossa magát, hogy ennyi helyről jönnek rá a zombik. Minden csak a sniperek jó indulatán múlik most jelenleg. Pedig ugye nem barátkozóak ezek. Hátrafele is lövöldöznek, hiszen hátul mögött is ott vannak. Érdekes, hogy ide vajon honnan jöttek be a zombik? Csináljuk úgy, hogy egyet mozdítunk előre, jó? Aha, hát nem azt. Ez előre jön, és azt mondja, hogy hold position. Jön a második. Harmadikkal. Hold position. Jönnek a többiek. Kélusz megáll. Tartja a pozíciót, ezek is jönnek előre. Ők is tartják, ők nagyon nagy attack range-el rendelkeznek. A sniperek azok mindent belátnak, mindent belőnek. Így azért, mert tényleg összehasonlíthatatlanul könnyebb. Hát konkrétan az előbb majdnem Kélusszal megcsináltuk az egész missziót, nem? Most lesz ott majd a runner, érdekes. Á, de ezek nagyon-nagyon-nagyon nyomják. Őrület, és ezek tudnak amúgy szintet is lépni. Ja, hogy ezek már a veterán sniperek, aha. Á, rohadt jó, soha nem érik el.
hogy azért rögtön más a dolognak a fekvése, persze. 57 HP és még nem is kellett medkitet elhasználni, a múltkor meg már gránátokat szétdobáltuk, minden bajom volt. Előre mozdulunk ebbe az irányba, mindjárt megnézzük, hogy mit lehetne innen felvenni. 50 darab Empire Point és 100 darab kutatási pont van még, amit meg kell, hogy szerezzünk ezen a misszión. A snipereket szerintem egyesével helyezzük át, kicsit közelebb. Jó volt az, hogy mindig csak egy mozog, és többi éppen lövöldözik. Közben a bal oldal is tisztul. Élusz is hozza, amit hozni kell. Mindig előrébb nyomogatjuk őket. Így. Tartja a pozit ez is. Hát ez egy ilyen lassú-lassú tisztogatásnak tűnik, de hát ahhoz képest 6-szor gyorsabb, mint amilyen eddig volt, ugye? Az a hordó az mondjuk istenes. Azt hiszem, hogy lehet olyat csinálni, hogy megfogja és a hátára felveszi, ugye? Aha, jó, hát akkor most igyekezzünk azzal nem meghalni. Felrobbantatjuk magunkat lazán. Ott van még egy medkit, amúgy szerintem ezt el is használjuk. Tudok ilyet, hogy felveszem, és akkor viszem magammal? Jobb lesz, hogyha én elviszem azt, aha. Erre felé megyünk, de azt ott először felvesszük. Megnézzük, hogy mi van abban a ládában. A többiek közül már egy-egy lépést tehetünk előre talán. Ott 30 darab kutatási pont volt. Már is jön a hold position. El tudom azt lőni? El tudtam éppen, az nem volt hülyeség. Még megyünk, még tovább. Nem tudom, hogy itt a Command Center a... Lehet, hogy ez a terem lesz? Aha, de itt nézd, itt már szaladnak a zombik bent. Tehát akkor ott, hogyha azt kinyitjuk, azonnal gránátdobás is szükséges lesz szerintem, mert elképzelhető, hogy az ott nem úgy lesz, ahogy azt így kintről az ember könnyedén megfigyeli, aztán tudod, jönnek majd a meglepetések. Ez a csávó, ez beragadt oda, mert a többi hold positionben van. Visszük őket továbbra előre, üzelve. Ott van egy láda, amit ki lehet lootolni. A sniperek talán tartják a pozit mögöttünk. Senki nem fog fejlődni. Kélusz mindenképpen kap egy szintet szerintem ezután a misszió után. Legalább egy szintet. Ebben mi lesz? 20 darab research point. Akkor már ott vagyunk a 200-nál. Lehet, hogy kilövöm azt a hordót. Inkább, mint hogy itt balhézzon, ha esetleg közelebb mennénk. Lehet, hogy az nyitva van ez a terem, és lehet, hogy ki tudnak belőle szaladni majd. Előzőleg tudtuk volna, hogy sniperek vannak, akkor nem szívtuk volna be ennyire az első próbáját a missionnek. Persze még mindig megvan a lehetősége, hogy ugyanúgy be fogjuk szívni. Ott van az autószép, hogyha esetleg most valaki feladná, és énkor kilépne. Haladunk lassan előre. Szerintem azt ki is lőjük. Gyönyörű. Így már nem kell azokkal foglalkozni, akik ott állnak. Gondolnád? Aha. De vannak ott még. Ordókat nem tudom, hogy érdemes-e magunkkal vinni. Ott az ajtó, amit ki kell majd nyitnunk. Erre szerintem rá fogunk állni okosba. Szevasz, Iron Ward. Na, hát itt vagyunk, hogy megtisztítottuk a környéket végre. Azért ez istenes volt, tehát itt rengeteg zombit találtunk bent. Kimenni a kerítésen túlra nem lehet. Legalábbis nem úgy néz ki, mint aki lehetne menni. Mögöttünk még vannak zombik, hát ők ugye folyamatosan töltik ki a... mint a gáz rendelkezésre álló teret. Itt kell elrendeződnünk szerintem okosban, hogy az ajtón biztos vagyok benne, ki fognak áramolni 23-an majd. Ez felveszi azt a hordót. Ezt a hordót le is tehetni akár ide. Kélusz ide áll hátra kellő távolságban. Mindenki
messze álljon attól a hordótól, nehogy baj legyen. És akkor nagyjából így kellene tartani ezt a pozit, ugye? Hát megpróbálkozunk vele minden esetre. Lehet, hogy baj lesz. Van egy hordó, hogyha nagyon nagy gáz volna. Ugye kinyitod. Gyerünk. Most! Oké, oké, ott vannak bent, egy gránátdobás ide azonnal. Ez hülye. Élusz. Amúgy nem volt szar a hordó ötlet maga, ugye? Hogyha valami rosszul sülne el, akkor arra nem volt rossz maga az ötlet. Azt, hogy a gránát felrobbantotta azt a szart, azt nehéz elhinnem, hogy megtörtént, de megtörtént. Öcsém, de mondtam is, ugye? Hogy azért még elsülhetnek a dolgok rosszul. Még előfordulhat, hogy valami baj lesz ebből. És mi történt? Valami baj lett ebből, igen. Ó, barátom. Hát ezt nem viszed el. Mit össze nem szívunk ezzel? Na jó, de hát persze benne van. Tehát ennek a játéknak, ennek a missionnek ugye ez a nehézsége, hogy ne kövessel ostoba hibákat, és akkor minden rendben lesz. Egyébként ebből a szempontból egészen realisztikus, ha belegondolsz. Pontosan olyan, mint amilyen egy ilyen zombie survival kell, hogy legyen. Csinálsz egy hülye dolgot? Hát az volt az utolsó legalább, amit csináltál. Ez valahogy kapcsolódik a VH40K-hoz, hogy benéztem? Be? Rendesen, igen. Semmi köze nincs a VH40K-hoz. Steampunk a játék világa, lehet, hogy amiatt tűnik egy kicsit ismerősnek, de a Warhammer 40K-nak szerintem nem steampunk világa van. Science fiction és mindenféle dolog is találkozik. És mi lenne, hogyha előném? Vagy lehet, hogy abszolút egy hit vagyok neki? Egy... Az előbb jobban ment. Hát legalább ezek a homokzsákok segítenek. Egy... Kettő. Jó, megvan. Nem, semmi köze, tényleg nulla. Abszolút, ez egy másik univerzum. Ez egy zombi survival stratégia. Néha ilyen kis Starcraftos taktikai mapokkal, ahol neked kell eldöntened, hogy melyik irányba fordulsz tovább, mit veszel fel, melyik ajtó mögött mi vár rád, ugye? Szerencsefaktor is van azért benne rendesen. Azt nézem, hogy van-e itt valami, amit még itt hagyok, de remélem nincs már. Nincs. Az Emperor... Igen, mert van egy császára az emberi túlélő kolóniának, vagy minek nevezzem. És... ennyi. Abban is van császár, meg ebben is van. Tehát ennyi kb. Az egész. Van egy hatalmasnak kráter, az az utolsó mencsvára az emberiségnek, mert mindenhol szerte a bolygónkon már győztek az élőholtak, a fertőzés kicsinált mindenkit. És egy idő után úgy dönt a császár, hogy akkor itt az idő, ki kell terjeszteni az emberiség területeit a kráteren kívüli területekre. És akkor te vagy az egyik legjobb katonája, kinevez téged generalnak, és akkor onnantól mehetsz. És akkor vannak ilyen missziók, mint ez, vannak... kolónia menedzsment és tisztogatás, tehát hogy ugyanolyan tisztogatás, mint ez, csak még közben egy bázist kell építened, azokat én jobban szeretem, azokat a pályákat, de ez nyilván a StarCraftban is így volt már. Nagyon-nagyon sok ismert játékelem feltűnik ilyen hasonló RTS-ekből. Ennek ez benne a csavar ebben a játékban, hogy egyszerre RTS, de meg tudod állítani az időt benne, hogyha esetleg tudod, több parancsot adnál ki, mert mondom, két fronton kell azokon a pályákon haladnod. Az egyik az az, hogy a bázisodat, a kolóniádat menedzseld és biztonságban tartsd. A másik oldal az pedig az, hogy közben tisztogasd a térképet is, különben rátszalad minden irányból az élő halott fertő. Ilyen dominó rendszer szerűen dől be a városod.
előbb csak a sarkánál elkapnak egy tentet, az ottani, ott lakó kis figurát, aztán abból kijön még kettő undead, aztán terjednek tovább, sátorról sátorra, terjed a fertőzés, villám gyorsan, alig bírod megállítani. Ide most gránátot fogok bedobni amúgy. Ez egy jó dobás volt, ez a range, ez biztonságos Kélus számára. Nézzük, hogy mit találunk ide bent. Egy medkitért jöttünk ide bent. Aha, hát azt hittem, hogy lesz itt bent valami jobb is nekünk, de sajna nem volt. Mindjárt jönni fognak majd a kis barátaink, a Sniper Warriorok. Ugyanez volt a karakter hangja, vagy csak hallgatom nekem is a VH ugrik be. Melyik karakter? Mert Warhammer játékból is számtalan van. Szerintem több mint 20 Warhammer játék létezik. Bár érdemes lenne külön venni ugyan 40k-t is a sima Warhammer-től, mert akkor is számos példát fel lehetne sorolni. Mindkét oldalra. Ott van még egy medkit. Be kell mennünk a sznájpereinkért. Ajj, de remélem, hogy nem hagytam hátra semmit sem. Ilyenkor mindig benne van az emberben a para, hogy valami ott maradhatott, és végig kell verekedni abban az irányban magadnak újra mindent is. Van 110-120 darab research pointunk és 70 empire. Ugyanez, ja, érdekes koncepció. Ez a játék nagyon király, és akkor van Tower Defense map is benne. Tehát amikor tudod, hogy egy horda fog jönni különböző irányokból, te vagy a térkép közepén, van egy ilyen lookout tower, és azt kell megvédeni, egy ilyen őrposzt helyszín, és akkor te rakhatod le az egységeket és a barikádokat, hogy merre menjen az undead, hol akadjon fel, milyen ellenállásba ütközzön bele. Azok is nagyon érdekes mapok. Azokat én jobban szeretem, csak azokra rá kell gyúrni ezekkel a mapokkal, mert az itteni Empire Pointok adják azokhoz a hordás mapokhoz azt a pontot, amiből ki tudod helyezni az egységeket. Mert ugye az egységeknek költsége van. Például a kicsit ilyen StarCraftos Terran Soldier 20 Empire Pointba kerül, és innen kiviszel 120-at, oda bemész, akkor onnantól már 6 darab soldierrel rendelkezel a horda ellen. Extrában. Amikor először próbáltuk, azt hiszem ilyen 500 vagy 480 ponttal rendelkeztünk az 1000-es horda ellen. Most már 840 pontunk van, és ez még 960-ig fogja kitolni ez a mission. Ezután lesz egy kettes nehézségi ugyanilyen pálya. Utána akkor vélhetőleg már 1080 pontunk lesz, és abból megpróbáljuk az 1000-es hordát is megfékezni. Tehát azért itt rendesen oda kell figyelni a dolgokra, mert lehet látni, hogy nagyon könnyen elborul ám a kiborul a Billy. Aha, érdekes, de a láda tartalma megmarad. Még jó, hogy itt egy gránáttal végeztük el a dolgunkat. Aha, kettő gránát jött a helyére. Hát ez... Ezt már eddig is tudtuk ugye, hogy nem a loot ne továbbja fog ebből kijönni, de nem baj. Itt vannak a runnerök. Mondjuk még eddig HP-t nem vesztettünk. Azt hiszem, hogy ez volt az első szoba, ahol veszítettünk a HP-nkból. Negyvenkább Winter Assault. RTS részébe játszottam. Dark Crusade, Soulstorm. Aha. Nem ismerem azokat a részeket. Én csak az izét játszottam, a Space Marine-t. Annak várom nagyon a második részét, mert az rohadt jó volt. Meg a... Volt még egy rész, amivel játszottunk. Sőt, az újabb lövöldözős, ami olyan, mint a Vermintide. Na, annak lett ugye egy 40k-s Vermintide, mondjad már mi a címe. Azt is kipróbáltuk, aztán a bétája egy olyan adatbázis hibába ütközött, hogy nem engedett belogolni, mindig kiléptetett, és akkor azt mondtam, hogy na jó, hát ez szuper gáz dolog. Onnantól kezdve hiába írtam a supportnak, nem tudták megoldani a problémát. Nem tudták elmagyarázni, hogy mit kéne csinálnom, hogy be tudjak egyáltalán logolni a játékba, úgyhogy azt mondtam, hogy jó, hát ez köszönöm szépen. A Fat Shark fejlesztette a játékot, nem jut eszembe a címe, azt is kipróbáltuk. Egyébként nem volt az sem rossz, csak olyan kis semmilyennek tűnt nekem.
Kíváncsi vagyok az a láda, mivel kecsegted bennünket. Más itt nem is nagyon található ebben a teremben talán. A Dark Tide, igen, Red Simon, azaz. Ez 30 darab kutatási pont. Hogyha kimaxolod a kutatási pontokat innen, azért az nagyot fog ám menni. A következő mission, ami építgetős lesz, ott már rendesen meg leszünk mi tápolva. Necromunda Hired Gun-t is játszottuk, igen, az is nagyon hasonlított erre a Dark Tide-ra. Bázis építős RTS, Fog of War, minden, ami akkor időben menő volt. Mármint, hogy ja, aha, az a 40k Winter Assault, igen. Hát ezek kellenek is. Egyébként érdekes koncepció ebből a szempontból a Knights and Merchants, hogy ott addig van Fog of War, ameddig fel nem fedezed az adott területet, és akkor utána már elvész. Ugye? Tehát onnantól már mindent belátsz, hogyha egyszer már láttad. Addig viszont nem tudod, hogy mivel állsz szemben. Menjünk már is ide. Itt is van még egy medkit, ha jól emlékszem. Nem csak az. Kis kutatási pontok. Jól látom, hogy nem tud, de tudtál lootolni. 4 darab medkit, 95 per 120 HP. Bejövünk a sniperekért, megint megkezdjük a tisztítást, immáron harmadszorra is. De most nem fogjuk elszarni. Most csodálatosan fogunk. Várjál, győzni. Ez jó volt? Nem volt jó. Na, ez viszont szép volt. Jó, egy darab hitet néztünk be. 3 darab gránátunk még mindig megvan. Itt vannak a vidám fiúk, akik vidáman csatlakoznak hozzánk, de azért megfenyegetnek bennünket életveszélyesen. Oda kell állni melléjük, mielőtt használatba vehetnéd őket. Érdekes, hogy ezek a ládák itt semmivel nem segítenek minket előre. Akkor most kijelölöd mindet is, szépen mehetsz arra felé. Az jó, hogy ott el tudott lőni a sarkon túlra. Érdekes, hogy... Ja, mert hogy ez egy olyan lyuk, aha. Igen, és akkor nem tudod bezárni magad mögött az ajtót, tehát akkor innen mindig jönni fognak. Vagy lehet, hogy semmi nincs ide bent. Hogy fogom összeszedni a maradék pontokat? Nem mehetünk el anélkül. Mi történt a magyar Storm régió gárdával? Nem is hallottam szerintem így róluk. Az melyik banda lehetett? Az Imperium Galaktikás? Hegemóniás? Jaj, megvettem egy magyar játékot, az a címe, hogy... Ilyen... Ja, Istenem, melyik volt az? Magyar szinkron, minden van benne. Miért nem jut eszembe a címe? A francba. Ilyen bullet hell repülős. Egészen látványos volt annak idején még az Xbox 360 érában. Aj, nem jut eszembe a címe a francba. Mindegy, eszembe fog majd. Swine meg a Panzer? Aha. Kissé hátrébb kell, hogy jöjjünk. Dobhatunk gránátot is, de nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet. Egyőre úgy néz ki, hogy bírjuk tartani. Ezekkel hátrébb vonulni elég szar volna, mert amíg felveszi a lövő pozíciót, az alatt rágják a zombik. 2009-10-ben feloszlottak? Hányszor végigvitted a Panzer? Az mit jelent egyébként? Azt gondolom, hogy egy német szó lesz. Biztos valami páncélos. Mint a Panzerkraftwagen, vagy mi a franc volt annak a neve. Kampfwagen? Miért tudom én? Konkrétan a páncél, ugye? Akkor jól emlékeztem. Tudok én németül, csak nem beszélem. Srácok is jöhetnek szép lassan erre felé. Én hozzá nem nyúlok a rohadék hordókhoz, abba bízhatsz. Az fixen nem fogok hozzá nyúlni. Soha többet.
sőt már távolról kilövöm inkább, ha látom. Ezzel a sniperrel oda tüzelek. Így van, nagyon jó lövés volt. Panzerkampfwagen. Fánciózott harci járművet jelent szó szerint. Mondtam én, látod? Tudtam én. Hát a Wagen az ugye a Volkswagenből ered, ezt mindenki tudja. Az meg ugye a népautó. Azt ki tudod lőni onnan? Aha, hát néhányat elvitt. Lehetett volna többet is persze, de jó az így. Nézzük hát, ha van itt valami lootolható, de nem nagyon látom. Mondjuk te kilőhetnéd azt ott szemben. Sokat segítene. Ez az, gyönyörű. Szép lassú vonulás. Így van, Lifia, ahogy mondod, bizony. Tetszik, hogy ezek hátba akarnak kapni, és a sarkon túl nem is tudok védeni rájuk, ugye? Biztonságba kell ezeket a srácokat helyezni, sajna. Amíg sunyin gyorsan tüzelnek ahhoz képest, hogy milyen kis lassúak tudnak néha lenni. Bár lehet, hogy csak az újratöltési idő lassú. Szépen jönnek a másik oldalról is. Most egy másik fajta körbe menő taktikát alkalmazunk. Lefelé megyünk, nem pedig jobbról kerülve, hanem inkább most a bal oldalon próbálkozunk. Lehet, hogy jobb, lehet, hogy rosszabb. Egyőre. Viszont működőképes. Egy snipert ide küldünk. Ő lesz az, aki kilövi azt a hordót ott szemben. Majd hátrébb jön. Ez az, nagyon jó. Ekkora firepowerrel jól ki van számolva egyébként, ami a missionhöz szükséges. Tehát úgy érzem, hogy balanszban van. A hülye döntéseid, amik fel bontják a balanszt, mint az előbbi hordós technikánk, ugye? Hogy a gránát elérte a hordót, ránk robbant, és ott vége is volt a 120 HP-nknak. Ennek a snipernek kéne azt ott elpusztítania. Ez jó volt. Remélhetőleg jó volt, persze. Fent lesz egy hordó, ami kell nekünk. Nem szeretem ezeket a sarkon túli lövöldözéseket, mert mindig csak azt látja, ami a sarokon a legközelebb van, és akkor már is az arcodban van az egész horda, ugye? Hát talán mondjuk egészen jól sikerült. Ahhoz képest ez nagyon jó volt. Nézzük a láda tartalmát, közben a sniperek tartják a pozíciót. Ez itt 10 darab kutatási pont volt, az nagyon kevés. Ennek ki kellene lőnie azt. Semmi más mozdítható, semmi más lootolható. Ez a láda sem olyan, nem. Az a francba kéne vajon keresni? Ott van mondjuk egy medkit. Azt hiszem, hogy a hordókat kilőttük. Immáron sokat szorra, ugye? Ott van még kutatási pont, ez 220 per 250, van egy medkitünk. Hát én egyet benyomok, az fix. Egyet mindenképpen. Megyünk hátra, mert itt már megint mocsok sok van. És akkor most fogjuk megint kinyitni. Harmadik alkalomra próbáljuk ezt a területet teljesíteni és biztosítani. Kinyitjuk azt a szart, és aztán imádkozunk, hogy minden a lehető legjobban menjen. És hogyha úgy csinálnám, hogy ezek itt állnak hold positionnel, és én meg csak kinyitom, és behajítok egy gránátot, az működőképes. Nézzük, hogy az lehet-e. Itt ezek emelt szintű runnerek, úgyhogy ide kell, hogy dobjam ezt szerintem. Jó is volt, és most szaladás. Szia, Deark! Jó reggelt! Mi a helyzet? Hogy vagy? Elméletileg bent vagyunk. Ez a belső terem rejti szerintem a kincset, amiért jöttünk ide. Fű, de rohadt nehéz volt ide bejönni. Az lesz ott az artifakt, igen. Itt van egy könyv. Empire pointokra fáj a fogunk még. Ez 20 darab volt összesen.
Hát akkor ez viszont jó kérdés, hogy hol lehet a maradék? Végigjártam mindent. Megvan a mission artifact. Hát highlight button hiányában. Ez azért igen HC. Honnan tudnánk, hogy hol van a maradék cucc? Nem lehet, hogy ki lehet menni még ide is hátra. Hol keressük? Ugye van 30 darab Empire Point, anélkül nem mozdulok erről a pályáról, az fix. Muszáj megszerezni, valahol el van rejtve. Ki kell, hogy verekedjük magunkat ugye innen. Ez a láda, ez nem mozdítható, az már ki lett lootolva. Nézzük át utoljára ezt az oldalt, ezt az ágat, hát ha. Szerintem ezt már többször átnéztem. Szar sincs erre semmi, nulla. Akkor menjünk erre tovább, itt is nézegetjük, folyton a letapogatás, a kurzor. Az, hogyha nem találjuk meg, akkor mi lesz? Nem lehet, hogy van valamerre. Nem látok egyetlen egy ajtót sem. Lehet, hogy a mission artifactnak a biztonságba helyezése önmagában adja meg azokat a pontokat, amikre szükségünk volna. Itt sincs semmi. Figyeljük a kurzor változását, de nem nagyon látom. Gondolom, hogy itt sem mehetünk tovább. Térkép sarkánál. De meg gondolom a fák miatt nem jöhetsz ki. Nem lehet, hogy valamelyik hordó volt ott még az elején esetleg, vagy itt valami, itt az oldalánál. Fú, de rossz ezt el. Azt a mindenit. Ezzel szívni. Érted, a világ legkisebb kis pixeleit kell felkutatnod, hogy megtalálhassd azokat az utolsó pontokat, amiket vinned kell innen tovább. Ennyire nem szoktunk egyébként beszívni vele. De ez valami különösen jól elrejtett cuccmák lehet. A hordók, a ládák esetleg valamelyik, de nem. Azt a rohadt mindenit. Pedig ezt is kilútoltuk, ugye? Így van, nincs itt már semmi bent. Ez a hordó sem olyan, kocsik sem olyanok. Szerintem itt van valami titkos terület, amit eddig nem fedeztünk fel. 30 pont ebből, 30 pont abból. Lemegyünk erre. Hát, ha itt van valami. Ezek a gyerekjátékok, vagy ilyesmi. Most jöttem haza a jótékonysági bárról. Na, mesélj róla. Pár nap lazább tempó. Elment közben a chat szerver, elnézést. Ezt nem már, hát nincs semmi sehol. Nem tudsz oda kimenni, nem tudtak ide kijönni, srácok. Itt esetleg lent. Na, ez mondjuk érdekes lehet. Lehet, hogy most ide eldugtak valamit, ami eddig ugye üres volt, mint terület, most lehet, hogy tartalmaz. Vigyázzunk rá, ne álljunk erre, mert akkor vége van a missionnek. Hát jó, mondjuk érdemes volna elhagyni persze gyorsan ezt a küldetést. Nem arról van szó, csak... Azok a pontok nagyon-nagyon sokat érnek a többi misszióban. Semmi. Hát ez kész. Nincs egy ajtó, egy járat valahol, amit nem fedeztem véletlen fel, de ki lehet nyitni. És akkor most innen megpillantanék valamit, lehet, hogy ezek a papírok olyanok? Az a könyv, az megvolt. Mindjárt megnézzük, hogy van-e highlight button. Hide interface a tabbal.
Nincs, mondja Iván, aha. Tele vagyunk mindenféle gombokkal, de... Ez az interfész, az itt, a lenti interfészedet takarítja el a képből. Hol lehet? Lent jobbra nem volt még egy ajtó. Nézd a térképet? Itt lehet látni a fehér pöttyök az ajtók. Már megnézték neked menő egyéb nézők. Te egyéb néző vagy? Vagy nem magadra gondolsz? Fű. Ez halálos haver. Ez igen. És kijelöltem nekik, hogy hát ha ide be tudnak menni. Gondolom, hogyha megfigyelem ezt a táblát, azzal még nekem nem lesz jobb, ugye? Jó, nem is férnek oda egymástól amúgy. Mi lehet az a kis apró pixel, az a kis rohadék dolog a játékban, ami segít neked abban, hogy több ponttal vidd a többi missziót? Pixel vadászat. Melyik játékban Let's volt go. Ez nekünk ilyen fontos, hogy be legyen kapcsolva? Nice! Hát én is azt fogom mondani mindjárt, ha megtalálom, amire szükségem van. Hogy nice. Okay. Itt nincs valami esetleg elforgatható, ilyen szelepek. Annyira furi, hogy ez az egész nagy terem, ez üres volt. Szeretem a hanghatásait ennek a game-nek, egyébként jól meg van csinálva, ahhoz képest egy indie játék. Szerintem rendkívül király lett. Nem akartam narancsárgát, politikai színt, próbáltam zöldet, postázöld lett. Micsoda, utalag néztem, most a MÁV szín. Szerintem a legtöbb szín az ilyen. Lehet asszociálni róla mindenre is. De ezt nem kell túlzottan merre szívni. Most akkor azt mondod, hogy fideszes vagyok? Of course. Fellövöm szombaton a streamet, azt jönnek az emberek sértegetnek. Így még soha nem szívtuk meg, annak idején sem. Hogy ennyire ne találtuk volna, hogy merre kelljen tovább menni. Amint én nem a tovább menetel, mert az persze könnyű. Ki tudtok itt menni? Ó, ott is szemétládák, oda néz, lyuk volt a kerítésen. Az nem semmi cucc, az igen. Tudom, hogy a logóról. Igen, igen. Ki lehetett jönni, és itt lesz biztosan. Fixen itt van valami. Máskülönben miért lett volna itt egy lyuk a kerítésen, ugye? Bizonyám. A Mona fucking Lisa. Ez igen. Hát Jézusom. Ez komoly cucc. Ott van a 30 pont, és a 30 Empire Point is. Hát, na ha jól van. Na jól van, menjünk ide szépen haza. Hát ezt nem vittem volna, de tessék, itt van, kimaxoltuk a levelt. Azért volt piros és zöld, mert hivatalos Magyarország színeket próbáltam. Á, érthető, persze. Hát szerintem nem kell annyira erőltetni, főleg egy ifjúsági egyesületnél, inkább a Nickelodeon színeit kellene ott bele erőltetni. Ez mondjuk csúnya volt, hogy itt nem volt kerítés. Persze, ha jobban megnézed, akkor láthatod is, csak nem gondolnád, hogy itt át lehet menni a törmelék, meg minden. Na jó, húzzunk innen el. Ha! Kész. Tele vagyunk medkittel is, meg mindennel. Harmadik próbánkra lett meg csak ez a misszió. Jól elszartuk kétszer is. Ennyi játékból hiányzik a megfelelő hanghatás. Streamelt Elden Ringgel játszottam. Egy erdőben bandukoltam, a fák mozogtak, hangja nem volt. Hát mondjuk szerintem a From Software játékai úgy, ahogy vannak. Perfekció. Mindegyikre azt tudom mondani. Mindegyik a maga kategóriáján belül ugye csodálatos.
Mondjuk az Armored Core 6-szel nem játszottam még, az nem tudom, hogy milyen. Kár, hogy ezek a sniperek nem jönnek a következő missziókra is velünk, ugye? Mennyivel egyszerűbb dolgunk lenne. Na, Kélusz, húzzunk el innen. A minusz két retry miatt minusz 20%-os mission score-t kaptunk, 100 helyett csak 80-at. Hát máshogy nem lehetett. Amint, hogy lehetett volna persze elsőre végigmenni, egyértelmű. Most egy darab szintlépést kapott Kélusz, nézzük, hogy a weapon loading speed-et megnyomjuk egy picivel. Szerintem jót fog tenni neki, hogyha gyorsabban tüzel. Amúgy a movement speed-et is érdemes volna, de most csak egy szintet léphetek. Van 300 ponton fejleszteni, az azt jelenti, hogy a logika, vagy mi a logisztika, raktár 20-szal megnő, 20 egységgel, a gold income megnő. Csinálunk szépen food supply-t, energy supply-t, tehát még több ellátmány, ebből lesz majd a plusz 20% HP a medicine-en keresztül. A Ranger attack damage-a megnőhetne, a Soldier armor megnőhetne, ez a hordák ellen lenne nagyon jó. Egyőre még más nem húzunk ki, csak ezt a kettő fejlesztést ejtjük meg. Újság? Probléma van a paradicsomban? Azt mondja, már több Megacity is elérte a 90 milliós népességi küszöböt. A tudósok és a nem tudom, scholarok itt föld körül már megkongatták a vészharangot. Valentina Falco az urbanizációs hát ilyen városiasodás tudós, nem tudom. Azt mondja, hogy nagyon gyorsan oda kell figyelnünk erre, hogyha nem figyelünk oda, akkor meg a városokban az élet a pusztulás felé megy. Nem évek múlva, hanem hónapok alatt is bekövetkezhet. Érdekes. Hát igen, gondolom, hogy később tényleg valóban problémához is vezetett ez a dolog nekik. Itt van ez a megaváros, látod, a birodalmi város a kráteren belül, ahonnan most kivándorlunk, és kezdjük az undereket szépen erre felé, a tenger felé kiszorítani a kontinensről. A Weapons Factory, ez lesz a következő pályánk, itt 360 Research Point van, és 190 Empire Point. Valami hatalmas nagy erődítmény van elrejtve, valami tisztáson a hegyek között. Nem tisztás az, hanem tudod, egy ilyen fensík-szerű lehet. Úgy tűnik, hogy itt valami nagy fegyvergyárat építettek még a hatalmas pandémia során. Nehéz megközelíteni, mert állandó itt a hó. Aha. Nagyon régen már lezúzták a zombik ezt a helyet, de azért biztos, hogy még maradt ott technológia, amit használhatnánk, ezzel pedig majd tovább fejleszthetjük kolóniáinkat. Jó. A következő misszió. Szia Suzi, hogy vagy? Mi a helyzet? Könnyes búcsút vettél a Covid-tól mai nappal, ne szórakozz. Ez nagyon jó. De mi, két napon, három napon keresztül tartott? Ez őrület gyorsan lement. Most a hősünk ugye sokkal jobb reload speed-el rendelkezik. Csak a felhatalmazott személyek léphetnek be. A kamionok és a helikopterek. Nek jelenteniük kell, micsoda? Tehát hogy valami ilyesmi access control. Nem tudom, mire gondoltak itt. Gyorsabban tüzel. 25%-kal gyorsabban lövünk. Kiskrapek 2-es nyomja most szegény lázelnére tök jól van. Hát a gyerekek azért jobban viselik ezt, hogyha jól tudom. Azt még nem tudjuk, hogy ebben az irányban miért fedezünk fel. Nem tudni azt ebben a játékban, hogy hová rejtették el a dolgokat, amikre ugye szükségünk van. Itt látok egy lyukat, ahonnan végtelen számban fognak előmászni a mocskok, ugye? Ide be sem lehet menni? Semmerre? Nulla? Most már nem bízom a térképben. Miért jöttem el idáig, ha semmit nem találok? Abból a lyukból fognak még előmászni. Jó, más esetben lehet, hogy találsz itt valamit. Lehet, hogy csak most van úgy dobta az RNG, hogy nem lett itt semmi. Ott van egy medkit. Van egy helikopter, de már nincs farka. Mi van erre felé? Nagyon komolyan küzdjünk ebben a játékban a túlélésért, mert az előző missziót kétszer kellett újra kezdeni, mire tudtuk teljesíteni. De hát ez a játék ugye
100%-os nehézségi szinten, hogyha elkezded a játékot csinálni, akkor ott tényleg van kihívás. Nem véletlen, hogy a 100% az bár úgy tűnne, hogy ez a normál mód, ez a challenging mód, tehát ilyen kihívás az elején számodra. Iván már végigvitte a játékot, ő már mindent tud róla. Semmi nem maradt. Nulla. Még be sem mentünk az erődbe. Ó, egy láda, csak nem gránátot tartalmaz. Ezt nem szeretném újra kezdeni, 4 gránáttal kezdjük, nagyon jó. Akkor szerintem mehetünk is befelé talán. Úgy utána mindig vissza kell állítani az íjamat. Hát nem kell ajándékozni, ugye? Már minden játékot játszott, minden filmet is látott. Ez mondjuk nagyon igaz. Én nem is értem, hogy hogyan tudja ezt így menedzselni. Hát ezért szeretjük, nem? Kockányok mit partiznak itt? Három különböző irányt látok magunk előtt. Jobbra ajtó, balra ajtó. El kell olvasni, hogy melyik mögött mi található talán. Nem fog ez megártani. Ebből csak utóbb igaz? Mármint a filmezés? Azt mondja, hogy nem állsz fel a futószalagra, amíg a gépek működnek. Ez valami összeállító futószalag. Ó, szarás. Jó, de mondjuk abban a szempontból szerencsés, hogy nem tudnak gyorsan ránk szaladni, hanem körbe kell menniük. Tényleg olyan ez, mint egy Tower Defense pálya. Le kéne kapcsolni ezeket a belteket, nem? Hát, ha egy-két zombi rá csavarodna a dologra. Ősi technológiák a belteken vannak? Eddig semmit nem találtunk még. Aztán pedig rendesen át fogok nézni mindent. Ami kiskrapek nyomja. Mármint nem a Suzy-é. A lövöldözést addig szépen nézzük azokat a részeket, ahol esetleg valamit fel lehetne venni, de én nem látok itt semmit sem. Az nem lehet, hogy egy ekkora nagy terem loot nélkül van. Jó, persze lehet, hogy ne RNG az egész, de ne legyen már. Vadot megvágja 2-3 óra alatt? Van, hogy másfél óra, hogyha 3 új játék van. Egyébként akár 3-4 óra alatt is meg tudom csinálni, hogyha 2 epizód van, és már futó végigjátszások mennek. Az sokkal egyszerűbb. Mint hogyha egy vadi új végigjátszásba kezdenénk vele, ott kell szarakodni a playlist létrehozás, kép létrehozás, címkék létrehozása. De már nagyjából fejből megy az egész, persze. Hát mindent beírogatni, beállítani, reklámok, stb. Szarakodás, állandó szarakodás van vele, de hát passzív jövedelemként működik a csatorna számára, úgyhogy azért sokat számít, ezért is nem engedem el. Meg mégiscsak valami emlék majd egyszer rólunk. Mi csináltunk itt a csatornán, meg ez a sok-sok játék, amit végig játszottunk, érted? Hogyha egyszer 100 év múlva valaki ráakad a YouTube szervereire, kiássák a törmelék alól, és megnézik a tartalmakat, akkor azt fogják mondani, hallod, ez a gyerek milyen nyelven beszélt? Nem értem, de sokat pofázik amúgy, mondja a másik. Kockányok nagyot mennek most, hogyha jól hallom. Ott van egy darab láda. Viszonylag egyszerűre rakták itt a felfedezést az alapján, ha csak ez az egy darab láda az, ami innen lootolható. 30 darab research point a 360-ból. Na ezért idegesítő ez, látod, mert 360 pontot kell, hogy kiszedj, az 12x30, ugye? Vagy pedig tudok ilyen okosságokat mondani még, 18x20 esetleg, hát vagy 36x10, vagy ezeknek lehetnek ilyen verziói, mondjuk 12x10 és 24x20 esetleg, vagy egy újabb szobába értünk át, ahol nem annyira számottevő a zombie infestation. Szevasz, Révész! YouTube-ra feltöltött tartalmat cenzúrázod, hogy úgy megy oda, hogy itt a Twitch-en lemegy?
Cenzúrázni? Miért? Úgy érzed, hogy engem cenzúrázni kellene? Szá! Mik nem vannak? Az két lövéses zombi volt. Érdekes, már megjelentek ezek is. Van egy darab medkitem, itt veszem fel a másodikat hozzá. Egy, kettő, aha, ennek kell majd a nagyobb attack damage, itt ezt ki lehet lootolni. Sőt, itt még vannak fiókok, szekrények, amit lootolhatunk, oda néz, ott is van egy. Oké, ez most itt research pointból volt, vagy 120, aha, ez nagyon megérte. De hol vannak az empire pointok? Hát alright, haver, alright, én is ezt mondom, csak hát a loot, ugye? Aha, és akkor innen nem is mehetsz tovább, itt ebben az irányban mindent megnéztünk. Jó, visszamegyünk a központi területre. Így sincs olyan gép, ami kellene nekem. De Ark, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Kedves tőled, az 500 bit, nagyon hálás vagyok érte. Ezen a csodálatos indi szombaton nagyon sokat számít. Köszönöm. Legnap annyira király arcok voltatok, hogy kinyitottatok a csatornának egy teljesen új emote slotot. Amire én azt hittem, hogy soha nem fogjuk elérni, de tényleg azt hittem, hogy soha. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, és remélem, hogy minél gyorsabban tudunk oda tenni majd valamit, amit tetszeni fog nektek. Szevasz, Totrulus! Ezzel meg vagyunk, onnan jönnek ki az underek, ugye nyilván. Nézzük, hogy mi van a kettes ajtó mögött. Alacsony kaliberű piros Suzuki. Hát akkor ezt megnézem. Alacsony kaliberű weapons test. Ja, hát gondolom itt lövöldöztek ezekre a táblákra, ugye? Haver, jó nagy para van ide bent. Egy-két gránát lehet, hogy be is szaladhatna. Mielőtt a kaki szaladna be a gatyába. Még jó, hogy ezeken a homokzsákokon nagyon lassan tudják az underek átveregetni magukat. Azt is mondtad, hogy leállítod az adást. Mármint, hogy micsoda, hogy érted? Rég csíreltél? Hát már így is te vagy az abszolút cheerleader ever a csatornánkon. Szerintem ember nem lesz, aki ezt meghaladja valaha. A rúzslike? Rúzslike-ot nem szeretem. A roguelike-ot azt szeretem. Az szerintem az nagyon jó. Bár attól függ, hogy melyik, mert például a Darkest Dungeon-nek az első része ugye rohadt jó volt. Az majdnem megölt téged. Kérus, mit nyomsz? Viszont a második része az emiatt a roguelike mechanika miatt szerintem hát nem lett annyira szuper jó. Két hullám közt úgy érezted, aznapra elég volt. Melyik hullám? Itt hullámokban jönnek a zombik, ha erre gondolsz. Csak a vágás miatt kérdezed? Nem. Vágatlan tartalmakat töltök fel. Hát még azt hiányozna, hogyha még megvág. Jó, vannak olyanok, hogy kivágok bele mondjuk egy részt, mert elakadunk egy fél órára, annak semmi értelme nincs, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor legyen inkább rendesen vágva, a kivágva az a rész belőle, ez persze. Mert ha nagyon értelmetlen és csak idegesít, akkor inkább kiveszem belőle, de alapvetően nem. Ez a hordó engem annyira zavar, hogy én inkább kilövöm onnan. Már lehet, hogy jobb megtartani, mert nem tudjuk, hogy mi van az ajtó másik oldalán, ugye? Azt a hordót lootolhatjuk. Mi a felvillan egyébként egy-kettő lootolható dolog, de nem túl sok minden van itt. Ez 30 darab research point. Érdekes, hogy az empire pointok azok nem jönnek. Tehát, hogy ezen a misszión majd egyetlen egy szoba lesz, ahol... Ezek velem vannak? Mondd, hogy velem vannak. Aha, ezek olyan... Nagyon fura ez. Olyan törretek, amik segítenek nekünk a túlélésben. Lehet, hogy ebből baj lesz esetleg? Azt hittem, hogy szét fognak darálni, de nem. Nézzük ezt, ez micsoda? Automata fegyvereket raktunk, hogy a fertőzést felfogjuk, visszaszorítsuk, oké. Okay. Mit írnak? Azt mondja, hogy biztonsági résen keresztül jönnek be a zombik, karanténban kell tartani a zónát. Oké, okay, ez karanténban is maradhat felőlem, kimegyünk ide először. A Skynet öntudatra ébred. Hogy vagy közben Vader. Itt vannak a magas kaliber, a nagy kaliberű fegyverek gyártásai.
innen, hogyha behúzod őket, akkor ezek nyomulni kezdenek, ezek a töret... Aj, aj. Igen. Nem is rossz. Ott van kint loot, azt a lootot azt be kell, hogy hoznom. Bár a rúzsból a feketét azt szeretem, azt szerintem az nagyon sexy. Ezek a gold színek. Meg azok a régi ruhák. Ne? Hát nyilván. Meg volt annak a kornak is a szépsége. Azt hiszem, hogy megvagyunk. Most már csak fel kell kapni a lootot. Szarni azokra, akik itt mászkálnak ideként. 4 gránátot kaptam. De akkor tényleg a birodalom pontok el lesznek dugva. Akkor kizárólag a kutatási pontokat lehet innen úgy tűnik összeszedni, és minden más az... Délkeletre van egy ajtó térkép szerint, hogyha javasolhatom? Ezt mondod, ez nem ajtó, ez egy lyuk. Ha erre gondoltál. Megnézhetjük, itt már jártunk, kijöhetünk ide persze, minden további nélkül. Sőt, azt is megtehetem, hogy kinyitom ezt az ajtót. Jönnek a mocskok. Uram, atyám. Ebből még egyet kihajítunk. Jönnek még? Haver. Aha. Hát ez azért alakulhatott volna szarabbul is, nem mondom. Húzzunk hátra. Ez mondjuk tök jó, hogy ezek csak az Undeadre aktiválódnak, ezek a fegyverek, nem? Igen, azt is megnézzük majd, köszönöm szépen. Mindenképpen nem fogjuk kihagyni, látszik is a térképen, hogy arra el lehet jönni, menni. Megharapott, megcsipett a mocskos. Pedig most már a reload time is le van csökkentve, ugye? Itt van egy láda, de az nem nyitható. Itt azért még lehet, hogy ránk ugrik a Mickey egér, a Miklós patkány. Egy sötét sarokból. Nem lepődnék meg rajta. Egy lövés. Kettő. Nem jó felelősz, Géza. Kénusz Géza. Az ő becsületes neve egyébként. Ó, sötét van ide bent, nem mondom. És csak ugrálnak a zombik ránk. Hát én biztos már régen befostam volna. Ez a láda lootolható, de még nem. Még lőni kell. Itt volt bent a kutatási pont. Lehet, hogy itt vigyázni kell, mert nem tudjuk, mi van a sarkon túl. Egy tüzel a Kélus Géza, de... Aha, itt is ki lehet menni valahová. Itt is van egy láda. Ez újabb 30 pont. Egészen szépen haladunk. Itt mi lesz? Jó. Egyelőre jónak tűnik. Az a három az szar viszont nagyon. Inkább húzzunk hátrébb. Nem baj az, hogyha ide kimész. Hát nem szégyen az, hogyha igénybe veszed a töreteknek a segítségét, ugye? Szerintem nem lesz szar dolog. Aha, és itt bent mi található? Miért? Aha, jó, már látom a 30 pontot, ami ott van. Ezeket el tudják vinni? Amúgy biztos, hogy szét tudják szedni, igencsak. Ugye a homokzsákok lelassítják, és majd a zombikat is közben ugye mi szépen haladunk. Ezeket a töreteket amúgy át kellene helyezni. Nem lehet olyat, hogy biztos nem lehet áthelyezni. Vinnénk magunkkal, leraknánk ide. Azért az tudna segíteni valamelyest. Bent még abban a teremben mindig sokan vannak. Miért érzem úgy, hogy ez a mission egyébként sokkal könnyebben teljesíthető, mint az előző volt? Az előzőben az a nagy terem, amit kinyitottunk a sniperek nélkül, elkezdtük megtisztítani meg mindent, hát azért az nagyon durvi. Szerintem a Death Stranding volt az első végjátszás, amit tőled láttam, gondolkodom a YouTube-ot termítve. Tényleg? Mikor volt az már azt a mindenét? Hát az már vagy 4 éve is volt akár. Cairo, ahhoz képest csak most kezdtél el nekünk kirogatni nemrégiben, nem? Miért jöttünk ki az udvarra, ha nem támunk itt semmit? Szevasz Csaba, hogy halad a meló? Itt ki lehet menni. Ó, rejtett hely van. Meg valami mocsok zombi, amely kieszi. De tudsz ide jönni?
for the humans. Hallod, itt van valami. Understood. Ó, 20 Empire Point volt elrejtve az erdőben. No problem. Na oké, ez most így azért királyabb volt, hogy még viszonylag korán megtaláltuk. Sokkal korábban, mint később. Ennek van értelme? Nem hiszem. Itt van a KitKat? Úristen! Azonnal mindenki fedezékbe. Prey-t láttam először, onnan jöttem streamre, itt ragadtam. Nem a végigjátszás, nézem utána valamikor. Hát a Prey az egy nagyszerű játék, amúgy. Én nagyon szerettem. Olyan titkos, titkon. Inkább menjek? Nem, maradjál. Hogy vagy ma? Mi a helyzet? Így valahogy kimaradt, magam sem tudom, hogy miért. Hát, figyelj. Ki mit preferál? Valaki soha nem fog Twitch-et nézni. Azért a YouTube mindenki számára. Érted? Sokkal elérhetőbb, sokkal ismertebb platform. Szüleim is néznek, fogyasztanak YouTube tartalmakat, de a Twitch-ről nem is hallottak még például soha. Érted? Hát ez itt akkor ennyi volt? Ez a néhány pont és viszlát? Ez a terem, ez azért gyanús nekem, hogy itt még valami lehet. Közös zuhanyzók. Megnézzük ezt az ajtót, hogy mi van mögötte. Ha gáz van, akkor kájtolunk. Outdoors. Ja, hogy ez a, megint egy udvar, ugye? Anti-infected minds test. Csak akkor fognak aktiválódni, amikor egy zombi lép rájuk. Tehát akkor itt aknák vannak, egy aknamező így van. És én nyugodtan rámehetek. Itt tudom lőni? Nem tudom kilőni. Hát itt biztos, hogy szaladni fognak a mocskok, nem? Azért ez nem érződik úgy, hogy most nagyon biztonságos helyen mászkálnék. Majdnem nyomtam egy F5 mentést amúgy a tegnapi easy alapján. Fallout alapján. Aha. Quintus. Dicsőségéért. Aha. Jó, ez itt már a második számú. Courtyard, tehát udvar. Miért nem azokat lőtte, akik szaladtak rá vajon? 3 napig estő eladásán, ugye eláztunk 2 ilyen... beteg vagy, mint a fene. Itt végén meg kelés, gyógyulás. Jézusom. Egy fekvés, bocsánat. Ez szörnyű, Csaba. És ilyenkor... Bírósági szoba? Nem, a minefield. Bár a bíróságon néha érződhet úgy, mintha egy aknamezőn lépkednél, nem mindegy, hogy mit mondasz, ugye? De nem, ez most tényleges aknamező. Hát jobbulást hallod, minél gyorsabban gyógyulj meg. Nem tudom, betegszabb ilyenkor játékos-e, vagy neked az nem nagyon van, vagy hogy van. Vagy hol volt, hol nem volt. Igen, sokan betegek mostanában, itt van a hideg idő. 4 gránátot találtunk, hát akkor ebből én egyet el is hajítok, hogy megkönnyítsük az előre haladásunkat. Nem, mint hogyha ott fák is kimentek volna, nem? Érdekes, ezt még soha nem vettük észre. Gyerünk, Kélusz, nyomod? A másik irányba lesz majd még valami, ahova be kell menni. Van még 9 gránátom, 2 darab medkitem. Sokkal kevesebb medkitet adnak most, mint az előző missziónál. 2 is vannak, igen. Jó, hogy ezek ilyen lassúak amúgy. Egészen normális az attack speedünk, azzal baj nincs. Kilövünk mindenkit és megyünk, felvesszük ezt. Ott még valaki mászkál. Nézzük a láda tartalmát. Szerintem 30 darab pont lesz benne, ugye? Nem, még 2 gránát. Akkor hol vannak a maradék cuccaink? Hát figyelni kell, hogy hova nem mentünk még el. Főleg ezek a izé pontok, az Empire pontok, amik most hiányoznak, de a Research pontok nagyon sokat érnek, azokból sokat fogunk ám szakítani. A 14.206 móka pont mire való? Mindenféle dolgot tudsz belőle kiváltani. De Ark a világörökség része. Bizony, például olyat is kérhetsz, a 4. parancsot, akár. Sokáig volt kiváltható póló. Az most még nem biztos, hogy vissza fog jönni, de nagyon reménykedem benne, hogy stabilizálódik a csatorna anyagi helyzete, és akkor utána azt is vissza tudjuk tenni. Vannak azért most problémáink a póló kiváltás, vagy a merch store kapcsán. Kiderült, hogy
olyan árajánlatokat küldenek nekünk a nevesített bögrékre, hogy valami félelmetes, de ne tudjátok meg, nem viccelek, skacok. Úgy tudnánk nevesített bögréket csinálni, ezt még lehet, hogy nem is meséltem nektek, kiment a fejemből időközben, bocsássatok meg. Úgy tudnánk nevesített bögrét csinálni ezzel a szép matt fekete külső, narancssárga belsővel, és akkor rajta lenne a csatorna logó, meg rajta lenne a nevetek, hogyha legalább 30, de 50 darabot rendelnétek, és akkor is, hallod, nem viccelek, a darabja 10.400 forintra jön ki, és akkor még nem volt postaköltség. De valami gusztustalan. Tehát olyan árajánlatokat kapunk erre, ez felfoghatatlan. És akkor nyilván, mint ahogy mondtam, nem rakunk rá hasznot. Tehát ez tényleg csak az a cég, ami csinálja. Mert ugye az a probléma, hogy a kemencét nekik egy bögrére is be kell ízítani, vagy nem tudom milyen technikával csinálják. Egy bögrére is, meg 100 bögrére is be kell ízítaniuk, és az energia költsége ennek, meg a nem tudom milyen technika, amivel dolgoznak. Kettő helyről kaptunk árajánlatot, az egyik az így működik, a másik valamivel kevesebb, de az se sokkal. Na jó, talán átnéztük ezt a területet. Úgyhogy akkor azt beszéltük Mage-el, hogy lehet, hogy mindenkinek egyen bögréje lesz, mert nem tudjuk egyszerűen ezt így... De nem lesz 50 ember, aki vásárolna bögrét magának. Remélem a kávémat is elkészí, ugye? Hát ezt mondom. Mindenképp beszéljünk, ez rohadt sok. Szerintem te sem tudod megcsinálni egyesével a nevesítést. De hogyha van rá valami... Úristen, van rá valami ötletet, szólj nyugodtan, persze. Holy shit. Rám ne robbanjon ez a... Hallod? Hogyha ez végig robban, akkor én halott vagyok. Hélus, menjél? Jó, ez hál' Istennek nem robban akkor el. 46 HP. 84 HP, 48 HP. Jó, oké. Hát túléltük, de milyen áron? Húzzuk végig ezeket rajta. Cseppet borsos, hát nekem mondod? Egy megvan. Az a jó, hogy a többi akna nem robban fel, ugye? Ez baj. Jézusom, de jó, hogy nem ölt meg. Én inkább ráhívlek erre. Megvan. Ez full HP, és ennek kettő akna kellene. Egy. Kettő. Nagyszerű. Csoda, hogy a pockányok nem robban rá az akna, ugye? És még van ide bent amúgy. 10 darab gránátom van, hát szerintem szarok rá. Ott fog azt tenni nekik, persze. Ott bent pedig a ládák tartalmaznak, szerintem nekünk majd mindent, amit vinnünk kell. Ez egy darab akna, az el is viszi. Ilyen full legyen bögre, mármint az alapja. Igen. Az alapja igen. Csak hát ugye a nehéz a technika, amivel rá kell, hogy tegyék ezeket a mintákat. Tehát kb. Úgy kell elképzelni, mint a szitálást a pólókon, tudod? Hogy mindegyikre egyedileg meg kell csinálni, nem csak a dizájnt, hanem ugye azt a dolgot is, amit ráhelyeznek, és akkor úgy sütik ki, vagy valami ilyesmi, és akkor még rájön nekik az energiadíj, meg mit tudom, hogy miket írtak még. Egy nagyon szép e-mailben összefoglalta Mage nekünk, hogy mi az, ami itt most necces. És hát valóban rohadtul necces. Nem, ezt nem fogjuk így megölni, ennek kettő gránát kell. Mennyi ilyen mocskos nagy butcher lakik ezen a környéken? Az kimegy, vissza, azt elintézi magát, jó. Na nézzük ezeket a hordókat, le kell tárgyalni ajándéktárgyas céggel. Hát ez volt ez a kettő, akitől árajánlatot tudtunk bekérni, mert egyáltalán ők vállalták el ezt a nevesítéses technológiát matt fekete bögrére. Tehát, hogy ez narancs belsővel rendelkezik, hogy a csatorna dizájnjához illeszkedő legyen, és akkor a külseje meg ugye matt fekete, ezt találtuk ki dizájnnak ehhez a dologhoz. Ez itt a végső szoba most már. Let's go. All right.
Most lehet, hogy végighúzom őket amúgy. Lehet, hogy inkább ledobom őket így. Ne oda! Inkább ide. Azaz. Majdnem megszivattam magam. Ez két lövéses. És akkor kitöltik a helyet ugyanúgy. Kicsit elkezdtem játszani még a képszerkesztővel. A Bing AI elég szépeket csinál. Mostanság pár nap azelőtt még elég béna volt. Ez sokat fejlődik nyilván használatból is ugye tanul. Ezért mesterséges intelligencia gondolom. Bögréhez többféle technológia van nekem. Sublimációs van, normál bögre előtási költsége bögrével együtt 1000 forint alatt van. A matt fekete bögre narancs belsővel kicsit drágább, de nem ezrekkel. Hát nagyon jó lenne, hogyha az úgy lenne persze, de figyelj már is a nevesítés. Tehát, hogy rá is lehet, meg is lehet oldani ezt, hogy még nevesítve is legyen ráadásul. Mert akkor nem tudom elképzelni, hogy ezek a cégek miért küldtek ilyen horribilis, tényleg elképesztő árajánlatokat nekünk erre a dologra. Most nagyon próbálkozunk ezzel, hogy a merch shopunk az minél olcsóbban és minél normálisabban hamarabb apra állhasson, de hát látjátok, hogy azért küzdünk rendesen vele. Ez egy szép dobás volt. 3 perc, nyomtatóval ki lehet nyomtatni, ezt rá tudom nyomatni. Aha. Szevasz, Dr. Squall. Mi a helyzet? Hogy vagy? Lesz egy healing item felhasználás mindjárt. Ebben a teremben én úgy számítok rá, hogy az Empire pointokat megtaláljuk. Már csak egyetlen egy darab research point hiányzik. És még ott jobbra lent, amit mondtatok, azt is meg kellene majd nézni. Itt van még egy kis szoba. Ez lehet, hogy veszélyesebb terem lesz. Még nem tudni, hogy mi vár ránk oda bent. De talán lassan megvagyunk. Egy healinget elhasználunk. Egy másikat felveszünk a helyére. Nézzük, ez mit ad. Ez Empire Pointból volt, 70 per 190, tehát még mindig messze vagyunk amúgy attól, hogy kimaxolhassuk azokat a pontokat, amik a hordás missionökben segítenek majd nekünk. Kár, hogy nem kaptunk extra unitokat, ugye? Nézzük meg, hogy mi van ide bent. Ez egy gyors megoldás. Ez milyen festmény? 30 pont, itt van az artifact. 30 pont, 30 pont, megvan az artifact, mission artifact, ott van valami az asztalon. Ez 20 pont, itt nincs semmi. Akkor elméletileg megvagyunk, ugye? 180 per 193, 30 per 360. Majdnem kimaxoltuk a mission-t eddig. Nem kíváncsi vagyok, hogy a maradék, a kis apróságok hol lehetnek. Most kezdődik a kutatás része, de ez a misszió sokkal-sokkal könnyedebben. Könnyebben végigment, mint az előző. Nézzük ezeket megint újra. Kevesebbet szívtunk azért ezzel. Az előzőt ugye többször is újra kellett próbálni. Van itt még talán ajtó is, amit megnézhetünk, de itt ezek a ládák, hordók nem tartogatnak érdekességet nekünk. Ez a terem. Semmi. Ez volt ugye a amit mondtatok, az erre van lent, tehát ide kellene lemennünk valahogy, hát ha ott lenne valami kint. Itt már megnéztünk mindent. A fürdőhelyiségben nem volt semmi. Itt is hiába nézett az ágyakat is, meg ilyeneket. Itt sem lesz semmi. Már kifele megyünk a missionről, úgyhogy remélhetőleg most már gyorsan meg lesz a maradék, csak nagyon kell koncentrálni, kutatni, nézelődni. Neves bögre nagyon jól hangzik. Volt már nekünk, csak nem ilyen fajta. De az is nagyon király, az olyan volt, hogy őre változó. Meg tudom mondani, hogy miért adtak ilyen ajánlatot a cégek, mert szeretik a pénzt. Ah, Dr. Squall, látod? Ezt nem is gondoltam volna. Olyan nagyobb mennyiséghez való gépeket használnak, esetleg nem a sima szublimációs technológiát, plusz áfa adók nyereség. Hát persze, az adó is rajtam, hogy ne. Meg amennyi maguknak haszon. Ez így van, ahogy mondod. Ide jövünk ki. Nagyon reménykedem benne, hogy amit nem találtunk meg, az itt kint megtalálható lesz. Bár tekintélyes mennyiségű pontra tettünk szert így is, úgy is. Ezzel szépet lehet majd menni. Itt főestig elég leszek foglalva, amint tudok, utána nézek a bögre beszerzésnek. Nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha esetleg rám írsz majd. Ezt nagyon megköszönném, tényleg. Saját designeri kontóját veletek akarja megfizetni. Hát nekünk a design az ugye, az már megvan. Hát innentől kezdve már Mage elvállalta azt is, hogy ha valaki rendel egyet, akkor annak a nevét rá szerkeszti a dizájnunkra, és akkor utána azzal már nem kell
foglalkozni, meg külön cégnek fizetni ezért a dologért. Nagyon rendes a Mage egyébként, hogy ennyi mindent elvállal. Megvan az összes kutatási pont, már csak 10 darab pont hiányzik az Empire pointokból. Hát akkor most vagyunk ott, ugye, hogy ez a szívás része a game-nek. Mint ahogy az előbb is kerestük, hogy hol lehet. Nézem közben a bal alsó sarkot, vagy a jobb oldalot. Á, nem, de ez is megvolt. Sőt, itt el is volt dugva valami. Ezek az asztalokon esetleg. Most jön az, amikor kutatjuk a kurzorral, hogy mit kellene átnézni. Szerintem itt is felvettünk mindent. A karakterünk megy közben? Nem, de mindjárt fog. Hát nem lehet, hogy kilövöd őket, és akkor ide beállsz melléjük? Nincs itt egy extra... Nem, nincs itt járat sem erre. Itt lent esetleg. 10 000-ért gravírozott sörös korsót veszel? Az egy teljesen más technológia. Igen. Nálunk a bögrék ilyen... Nem is tudom mennyi volt, 4500 forint volt talán, amikor minden meg volt csinálva rajta. Tehát, hogy akkor már rajta volt ez a hőre színváltás, nevesítés, logó rajta volt, minden rajta volt. Úgy került 4500-be. Azt hiszem valahogy így volt a bögre. 3500-4500 között volt talán. Szia streamings, hogy vagy? Mesélj, mi a helyzet? Éppen arról beszélünk, hogy milyen nehézségekbe ütköztünk itt a bögre gyártás kapcsán. Iszonyatos. Olyan árajánlatokat kaptunk arra a dizájnra, a nevesítéssel, mindennel. Förtelem. Mi történt? Semmi, csak hát annyi, hogy a cégek nagyon drágán akarják nekünk elvállalni. Mert hogy olyan technológiát használnak, hogy nekünk többet kellene összegyűjteni a bögrékből, hogy egyszer begyújtsák nekünk azt a kemencét, és megcsinálhassák a cuccainkat. Tehát, hogy egyre is ugyanannyit kell kifizetni, mint 50 darabra, vagy 100 darabra. 3000 plusz te ne tudd meg. 10 000 forint. 10 400 valamennyire jönnek ki. A nevesítéssel együtt. Iszonyatos. Elképesztő. És ez a matt design, aminek narancsárga a belseje. Hol lehet ez az utolsó kis szar, amit kergetek? Egy pixelt a térképen. Nem lehet igaz, hogy ennyire megszívom vele. Úgyhogy most vagy abban gondolkodunk, hogy akkor egyenbögrék, de akkor meg a design nem tudom, hogy lenne változva. Erre neked nincs esetleg valami ötleted, hogy az hogyan tudna úgy is jól kinézni, hogyha egyenbögrénk lenne? Mert az mondjuk sokkal olcsóbb, hát nyilván. Abból felhalmozunk egy, mit tudom én, 20 darabos készletet, érted, és akkor utána ha valaki rendel, akkor instant küldjük. Mindkét oldalon macska logó. Hát vagy ráírni, hogy vészkórus, nem? Tehát egyik oldalt logó, a másik oldalon vészkórus. Bár a vészkórusnak meg önmagában nincs logója, mint streamer csapatnak, vagy a közösségnek. Én ezt ketté szarom mindjárt. Ezt a 10 darab pontot. Hát ezt nem hiszem el, hogy itt kutatom már mióta. Nem lehet, hogy az aknamezőn kint valami tárgya hóban. Förtelem ez a pixel vadászat. Förtelem. De ha ti láttok valamit, nyugodtan mondjátok. Én nem látok. Színváltós bögre 1300, szublimáció költség, előállítási költség 1600, ennél jönnek adók nyeressége, persze, hogyha adott a grafika. Aha. Persze, tehát, hogy te elküldöd a dizájnt, amit rákérsz, és akkor utána rányomják ugye egyesével. Te ezen a normális. Eddig így működtünk, aztán most meg már nem igazán így akarnak működni a dolgok, sajnos. Ezt az ajtót még ki sem nyitottuk soha. Jobb alul a kempingnél van egy üveg. Kemping van a játékban jobb alul. De milyen kempinget mondasz? Azt a rohadt mindenit, itt van egy üveg. Hát kemping, jó, értem, sátor, aha. Igen, valóban itt van. Hát ezt nem gondoltam volna. Furai tegerben helyben a 3000 környéki bögre, nem értem a 10 000-es árajánlatot.
Szeretnéd, hogy felolvassam? Mindjárt megnézzük akkor. Jaj. Csak jussunk ki a misszióról egészségesen. Merge design olgatásokban? Hát... próbálkozunk mindig valamit hozzáadni, valamit fejleszteni, hogy meglegyen a közösségnek is az akarata, meglegyen a jóság, a békesség, a boldogság, az emberek szívébe beköltözhessen. Ott az a rohadék 10 pont. Azt a mindenit, de kemény volt ez. Most arrafele kiverekedjük magunkat. Köszi a GG-t! Értelmes árban tudva, aki gamer széket ajánlani? Én szerintem ne vegyél gamer széket. Én neked, Lombard, megmondom őszintén, én nem vennék gamer széket, soha többé. Nem. Én egy olyan irodai széket vennék, aminek van rendes gerinc supportja, tehát lumbáris support, így nevezik. Lumbár support, hát egyébként, hogy ez magyarul micsoda, nem tudom. Valami gerinc támogatás lehet, csak a támogatás egy hülye szó. Szóval valami olyan széket vennék inkább, ami tartja a derekat. Tehát van neki valami kis tartó része, mert az elmúlt 4 évben én egy nagyon komoly, masszív és király gamer széket használtam, ami a... Mi a neve? Na, nem fog eszembe jutni a neve. Ott van lent valahol, alul. A panelek között. Megszereztünk minden pontot, 200 final score. Ez volt a másik szintű nehézségi őrület. Azt a széket 2020-ban vagy 2019-ben vásároltuk karácsonykor, amikor vagy Black Friday-en és karácsonyra jött meg talán, vagy valahogy így volt. Anglilalából jött. Az Omega Stealth 2020-as modell. És bár egyébként masszív és tart, mint a rohadalom, a derekadat nem tartja. És szerintem nekem ez is vezetett ahhoz, hogy mostanság fáj azért a derekam. Végre van egy csomó pontunk, hogy eloszthassuk őket. Biztos, hogy fogok kérni olyat, ami a Hunter Cottage-nak növeli a food generation-jét, de még ezt megvárjuk. Tök jól kinyitottuk az expert shopot. A Woodwall-nak a 20 HP az kell. Barikád! Csapdát emelsz, amitől lelassulnak a zombik, hogyha átmennek rajta. 30 volt és 3 wood kell hozzá. Ez tök jó. Command Centernek a view range-en megnövekedne. Ranger attack damage megnő. Soldier armor azt szerintem... Ez a farm! Persze, hát a farmot azonnal kikérem. Marketet nem kérünk. Most jócskán lesznek új épületek. Medicine? Aha, azt kérjük szépen, mindenkinek extra életpontok. És a barikádat is kikérhetném, mert ebből fog, bocsánat, nem, ebből az optikából ered a long range rifle, hogy a soldierök és az attack range és a view range megnövekedhessen. Egy lookout towert láthatunk itt az advanced lensesnél. Szerintem most jó fejlesztéseket ejtettünk meg. Ez a farmolás research time minusz 25%, ja, mert hogy most már akkor lehet ezek szerint fejleszteni is kutatásokon keresztül. Basic supplies az megvan, ez a food supplyhoz adódik hozzá. Mechanikus raktározás, mindjárt felolvasom, hogy mit írt, hogyha itt vagy még esetleg streamings. Jó, ezek jó fejlesztések lettek. Kébusz pedig kapott egy szintet. Loading weapon speed plusz 30%. Ez most akkor hozzáadódóan 30%? Az armor lehetne 10% helyett 25. Mozgási sebesség 2 helyett 2,4-es. Attack speedje 0,89 helyett 1,19. Nem rossz. Élete 50%-kal megnövekedhetne. 40%-ot is választhatsz, de ki az a hülye, aki 40%-ot választ a 60 helyett, 50 helyett? Attack damage. Na, ez is érdekes, mert volt, amit kétszer kellett meglőni. Kérusznak mindenképpen nagy fejlesztésekre van szüksége. Én azt mondanám, hogy még az életének is kellene egy kis extra, hogy jobban tankolhasson, de talán ez a loading weapon speed, ugye ez 30%, itt van egy 25, az 55%-kal gyorsabban töltene újra, mint ahogy eddig tette.
Hát ez biztos, hogy jó, de nem tudom. Na mindegy, ezen majd még elgondolkodunk Kérusszal, hogy mit fog kapni. Az biztos, hogy 1150 pontból meg lehetne próbálni most már azt a horrát, amit eddig háromszor próbáltunk elverni, és egyszer sem sikerült. Csak előtte felolvasom azt, amire kíváncsiak voltatok. Zenének nincs egy kis csillagkapu áthallása? Nem ismerem a csillagkaput. Mármint, hogy a filmet ismerem, a sorozatot én nem szerettem sosem. Én Battlestar Galaktikás vagyok, a Battlestar Galaktika mindent lever. Streaming szit vagy? Figyelsz? Közben töltök inni. Ahogy ígértem, írom a részleteket a bögréhez, mivel elég specifikus bögre lett választva, narancssárga belső, matt fekete külső, kevés hely van, ahol ilyennel foglalkoznak, kettő adott ajánlatot. Egy. Az egyik partnerem egy nagy cég, akik Magyarországon egyik, hanem a legnagyobb céges ajándékgyártással foglalkozó cég. Dolgoztam már velük, nagyrészt csak az alapanyagaikban vagyok érdekelt, a póló, táska, stb. Logózást nem csináltattam ott, például az Evon is velük gyártott, hogyha jól tudom. Viszont eladókat, cégeket és vállalkozókat szolgálnak ki. Tőlük kaptunk egy masszív ajánlatot, el kell gondolkodni, hogy mindenképpen szeretnénk-e, hogy külön nevekkel legyenek rajtuk a bögrék, mert zsebben nyúlós. Az alapajánlat csak a logóra 50 darab bögréig, 38.600 húf plusz a bögrék ára, ami 2.430 húf per darab, plusz az áfa. Annyit jelent, hogy 1 darab esetén is, 50 darab esetén is, 1 darab esetén is 38.600 húf plusz áfa a darabonkénti ár, 50 darab esetén 772 húf plusz áfa per darab a bögrék ára. Hogy miért alakul így, ezt tudni kell, hogy ilyen bögréket nem lehet akárhogy logózni, vagy gravírozzák, vagy jelen esetben szitázzák, tamponnyomással nyomják. Meg kell fizetni a klisé készítést, a film készítést, a nyomást, a festéket, a kiégetést és a gépindítást. Ez nyilván nagy költség. Szakmámból kiindul, azt mondanám, hogy ilyen durván 30.000 húfról beszélhetünk, bár a bögre nyomásról tapasztalataim csekélyek, pusztán igen. Azt írta, hogy nagy műhelyen dolgozunk, a hölgy, aki ott dolgozik, minimum gépbeállítások vannak ezeknek, vagy gépbeállások vannak, ezeknek van egy alapdíja, pár darabos megrendelés esetén is azt meg kell megfizetni. Amikor szublimálással készülő bögréről beszélünk, akkor nem mindegy, hogy egy vagy száz bögre sül a kemencében. Nevesítést meg tudják oldani, mivel ez darabonként eltérő, az árat nagyban befolyásolja. Az árajánlat 10 darab esetén 25.000 per darab plusz áfa, vagyis egy összesen, 30 darab esetén 39.000 plusz áfa, 50 darab esetén 56.000 plusz áfa. Ezt az árajánlatot úgy kell érteni, hogy az alapdíjra épül. Azaz például 10 darab esetén 38.600 plusz 25.600 plusz a bögre ára plusz áfa. Így 10 darab vásárlása esetén mind a 10 külön névvel van ellátva, darabonként 10.500 forintra jön ki, ez már az áfás ár. A darab limit nincs megadva, a gépindítási egyéb díjak vannak visszaosztva a bögrék darab számára, magyarán akkor éri meg, hogyha minél többet rendelsz. Ez a kemény. Ez volt az első árajánlat. Ezt akartam épp mondani, hogyha 1 és 50 darabnál is van egy fix költség, az szitanyomás vagy hasonló. Ja, minden grafikához külön meg kell csinálni a szitanyomás sablont. Ezt mondtam én is nektek. Ilyen drága a kemence, nem lehet otthon a kemencében kiégetni? Neked van otthon kemencéd? Másik bögrét kell választani és egyen, neked ez nem éri meg. Hát ez nem. Tehát ez akkor érné meg, hogyha valami ajándék ízé shopunk lenne, tudod. De arra, hogy kis közösségnek megcsináljunk 15 darab bögrét, mert szerintem körülbelül 15-20 ember lesz, aki ebből rendelne, érted? Nagy mennyiségű például a céges rendelésre. Így van, ahogy mondja Venka is. Azt mondja, hogy... Másik cég is adott ajánlatot, valószínűleg ugyanúgy az előbb említett cégtől rendelik meg a bögréket, viszont ők 25 darab alatt nem vállalják az elkészítést. Ez már eleve kiesik nekünk. 25 darab bögrét nem fogtok rendelni. Ahogy számoltam, szállítással, gépállítással náluk is bőven 5000 húf per darabos árat üt az ajánlat. Ők legalább 25 darabot kell rendelni, felszámolnak díjat a grafikai munkákért. Aha, már jó, hát ez szar. Szublimációval kell megoldani, vagy keramik transferrel. Másik bögrét kell választani és egyen, neked ez nem éri meg. Szerintem én azt mondanám, hogyha 177, köszönöm Kairo, hogyha az előző technikánk működött, akkor nem látom akadályát annak,
hogy ugyanaz működjön most is, csak akkor ezt úgy kell megcsinálni, ez a matt bögre, fekete kívül, fekete belül, ez ilyen hőre színváltó sűrület, mert ezt tudtuk eddig szállítani, ez szerintem ezután is működnie kellene, tehát hogy érted? Tehát ezt még meg lehetne oldani, és akkor, hogyha meleg cuccot öntötök bele, akkor megjelenik a logó, megjelenik a nevetek rajta. Ez eddig működött. Nem tudom, megkérdezem. Mage-et. Megkérdezem Mage-et, hogy az eddigi kitalációnk nem működik. Itt volt egy kis szünet. Közben a végigjátszásban majd teszek ide egy intrót, és akkor tudni fogom, hogy itt lesz egy vágás. Kevesebb, néha több. Mármint, hogy úgy érted, hogy nem kell a őre színváltó sőrület. Próbáljuk ki ezt az Infected Swarmot. Nézzük meg, most már sokkal több kis ficsút lehet itt lerakni. Nem, Cairo, ez nem így működik egyáltalán, nem. Rosszul gondolkozol ez ügyben. Hát az, hogy az emberek nézik a csatornát, az nem azt jelenti, hogy szeretne magának látni egy bögrét ott van a polcon, tudod? Ez két külön dolog, amit most mondasz. 600 underet kell innen elpusztítanunk. Először körbe rakjuk magunkat soldierökkel. Még van 190 pontunk. 170 pontunk, akkor szerintem rakunk. Próbálkozunk legalábbis barikádok lehelyezésével. Vagy lehet, hogy még több soldier kellene, aztán hadszoljon. Wood barrier. Hülye irányokból is fognak jönni, ugye? És ez mennyibe kerül? A wood barrier az 10, ugye? Feltételezem, hogy ide rakhatnék 3-at. De csak el fogják kerülni. Mondjuk azt, hogy elkerülik, az nem baj. Mert legalább akkor annyi időm lenne, hogy bevédekezzek. Még van 80 pontom. Elfogytunk. Hát a jobb oldal szarabbul néz ki. De nem baj, ezeket átküldjük majd ide. Sőt, lehet, hogy akik belül állnak, azokat meg kiküldjük onnan. Lehet a start. Akik belül állnak, azok jönnek kívülebb egy kicsivel. És lássuk, hogy meg tudjuk-e fogni ezt a gusztustalan nagy undead áradatot, ami itt érkezőben van. Azt nem tudom, hogy melyik oldalon hány egységünk van, de tudom, hogy a térkép négy oldaláról igyekeznek éppen befelé, meglátjuk. Vagy lehet, hogy az egészet közelebb kellene húzni a toronyhoz. Barki, ameddig várják, igen, pont így, ahogy mondod. Van pár hőre változó bögrém, tipik az a feature, kb. Első két alkalommal izgalmas. Na jó, de hát és egy alapbögre az meg nulla alkalommal, hogyha így veszed, nem? Lehet, hogy onnan a csúcsról hátra jössz, aha. Víz! Neccesnek tűnik, de ki kell bírni valahogy. Na, ezek már minket rágnak, ez már minket rág. Itt egy ficsúr meg is halt, ő is bentebb jön. Itt már megettek egyet. Nem baj, mert amikor egy oldal felszabadul, a többi oldal be tud segíteni. Gyerünk hátrébb egy kicsivel. Ez jó lehet, ez meg lesz szerintem. Így is van. Ezek tankolnak, amíg a többiek itt a jobb színen gyönyörűen lövöldöznek. Érdekes, azt mondtam, hogy a barikádot jobbra nem húzzuk fel. Jaj, de király, végre megvan! Hát 3 újra próba kellett hozzá, ugye? Előző missionokban is próbáltunk. Azt hittem, ez a játék bázisépítésekben védelemből áll. Nem. Eddig olyan missziókat csináltunk most a mai epizódban, amiben egy hőst kellett végigvezetni a térképen. Ez egy horda misszió volt, amikor meg kellett védeni az outpostunkat. Ez a difficulty 1-es swarm. Ez még megpróbálható volna. 1250 pontunk van. És ezekért is kapunk egyébként ilyen pontokat, amikből talán... Itt research pont nem jön.
amiket felhasználhatunk a következő hordákhoz. Próbáljuk meg! De ennek nagyon-nagyon-nagyon király játékmódjai vannak ennek a játéknak, én nagyon szeretem ezt a játékot. És ma még építőst nem is csináltunk, de hát akkor mikor fogjuk végigvinni a Prodeust, meg a izét ugye, a Roomot. Pedig én csinálok szerintem ma még egy építőst is. A Tech Mission. Azt mondja, hogy a támadó missziókban a cél, hogy elpusztítsd a hordát, ami a következő missziónak az útjában áll. Hogy elpusztítsd a hordát, számíthatsz a birodalmi seregre, de csak egy bizonyos mennyiségű katonát tudsz felbérelni és védelmi struktúrákat, ami a vezető skilled alapján működik, és az Empire Pointok száma határozza meg. Hogyha az officer posztot elpusztítják, kudarcot vallasz. Küldetés akkor kezdődik, hogyha rányomsz a gombra, ha nincs Empire Pointod, akkor megkezdődhet a támadás. Most alulról fognak és felülről fognak jönni, ugye? Hát akkor gyakorlatilag más nem is kell csinálni szintén. Aztán az egységek lefakolása az, ami számít. Most hova nem került? Érdemes egyébként egyenlően elosztani. Ez most egy négyzet, ugye? Minden irányba három. Igen, most minden irányba három van, és van még 290 pontom. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Hát remélhetőleg barikád nélkül pusztán a katonai erő, meg egy darab ranger, ő lesz a vezető, a Zumbander, meg is indítjuk a csatát. Fentről, lentről egyaránt fognak támadni. Ezek fognak lefele. Nem. Itt vannak olyanok kijelölve, akik nem úgy mozognak. Ezek lentebb jönnek. Így. Hát, hogy az út felé kellene őket elvinni. A középsőkkel van ugye baj. Szerintem a jobb oldal lefele jön. Bal oldal pedig felfele fog menni. Mindjárt nyomunk egy hold positiont. Ez még szerintem a lentiek közül kerül ki. Hűha! És akkor ezek meg mennek fölfelé. Azért állítjuk őket egy kicsit tömzsibben össze. Tömörebb formációban, hogy mindenképpen minél hamarabb el tudják indítani a lövöldözést. Szerintem ezek balra jönnek, nem? Hát mindegy, talán jó lesz. Menjen egy hold position. És mindig a highest levelt? Nem, a legközelebbit. A legközelebbit targeteljék. Egy hold. Itt egy hold. Csajsz meg innen hátulról lövöldözik. Meglátjuk. Meg kell tudnunk csinálni. Az nagy király volna. Nagyjából úgy látom, hogy úgy érkeznek, hogy akik itt vannak, ők egy kicsit átjöhetnének mondjuk erre a felére is. Eddig szuper. Élenjáró Géza nagyon nyomja. Ó, hát hogyha ezek így jönnek, akkor ezek meg lesznek. Az a cél, hogy mindenki tüzeljen, ugye? Te is jöhetsz egy kicsit előrébb. Ez gyönyörű. Ez meg lesz. Ezt nem bírják így. Iszletesen sokat tüzelnek a katonák. Megállás nélkül lőnek és újra töltenek. Miközben a hordák északról, délről egyaránt próbálnák bevenni az outpostunkat. Ezt nem tudják megállítani. Folyamatosan tüzelj. Mondták a Knights and Merchants-ben. És jó, hogy mindegyik ugyanolyan, nem kell már aggódnunk amiatt, hogy erősebb egységek maradnak a végére. Persze ez még csak a level 1 swarm, tehát ez hiába 1000 undead. Hiába van annyi pontunk, amivel ezt már meg tudjuk fogni. Mert ugye bejöhetünk volna ide már 480 ponttal is, harmad ennyi katonával, na akkor rendesen szétzabáltak volna minket. Challenging difficulty-n 100 lett a final score. A nyilas asszony miatt lett meg, igen, szerintem is. Na, eltöröltük a hordákat, amik az utunkban álltak. A Weapons Factory megvan, a Hunter's Meadow megvan. Hidden Valley megvan. Az utolsó bunker megvan, Alpha Kommunikációs Center megvan. Crossroads megvan. Tehát akkor ez a része a térképnek készen van. Három új missziónk van, és a két hordát is eltakarítottuk.
Megnézzünk-e egyet ezek közül? Ezek közül mindegyik úgy látom, hogy Populáció 700, Arany Production 2000 kell, hogy legyen. Itt minden infektet el kell pusztítanod, 1000 fős kolóniát kell építened, és minden hordának ellen kell állnod. Ez a Narrow Pass, ez biztos rohadt kemény. És van még egy, gazdag a terület a horgászok számára. Minden infektet el kell pusztítani, a kolónia populációja 800-as kell, hogy legyen, és itt is van horda. Megnézzük! Szeretnétek, vagy menjünk a Prodeus végigjátszásra? Egy perces szavazást fogok kiírni ehhez, és közben elolvassuk azt is, hogy Mage mit mondott. Új szavazás. Mi legyen? Egy építős mission még. Prodeus befejezés. Room 4 befejezés. Egy perc áll rendelkezésre a szavazásra, kérlek szépen tegyétek meg a téteket. Szevasz Axil, hogy vagy, mi a helyzet? Azt mondja Mécs, hogy eddigi hőre váltós bögre őrület az simán megoldható, ahhoz kell kreálni egy kis dizájnt, frankó kis dizájnt, jól mutassa rajta az új logó, megnézem, hogy mit tudok kihozni bele, az akkor lehet nevesítve is. Hétfőn beszélek a műhelyen, hogy most mennyiért készítik a hőre változókat. Ez nem jó megoldás? Streaming szerinted? Te vagy a csatorna arculat felelőse. Nekem most ez jutott eszembe, hogyha ez eddig működött, és nevesített verzió. Szerintem azt is megkérdezzük, hogy... Hőre nem változó, sima matt-fekete bögre esetén hogy alakulna ez a dolog? Pont ezt mondtam, ezt meg tudom csinálni én is olcsón. Plusz egy építős mission-t szavaztatok meg. Hát akkor ebbe bele is vágunk. Adjatok nekem egy 5 perc szünetet, jó? Gyorsan elmegyek pisilni, és akkor utána nekivágunk ennek a missionnek. Muszáj pisilnem, tömök egy pipát is, és akkor keményen belevágunk az egyszerre történő építkezésbe, és még az undereknek kiirtásába, és a végén egy nagy védekezésbe is. Ez izgalmas lesz, annyi szent. Lehet, hogy nem is fog sikerülni. Hőre változó és a nem változó között talán 500 forint a különbség. Aha. Beszerzési árában. A kérdés a technológia, hogy az elkészítése az mennyire necces inkább.